Jó estét kívánunk, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. El kell Sziasztok. Mondjuk, hogy mint egy 10 percig beszéltünk a senkinek, mert rossz csatornára kapcsoltunk amatőr Ustream felhasználóként, de most már itt vagyunk, Legend van itt, és hát jó magam, és a most másfél perc múlva kezdődő Apple eventet fogjuk valamennyire kommentelni, de azt el kell mondjuk, hogy nem mi vagyunk itt a lényegesek, hanem Dr. Kynek a cikke, ami tényszerű adatokat fog közölni folyamatosan, és hát abban bízunk, hogy valamilyen szubjektív vélemény. Igen, hogy mi csak azért vagyunk itt, hogy egyrészt minket nézze, nem okvetlenül kell elég csak hallgatni, és igazából abban bízunk, hogy mi tudunk valami más nézőpontot és néhány kommentárt hozzáfűzni a látottakhoz, hallottakhoz. Nem mondom, hogy túlkészültük magunkat, de 4 monitorunk van pillanatnyilag, amin különböző forrásokból jönnek az információk. Plusz egy kisebb stúdiót sikerült berendezni. Így van, tényleg egész durva, hogy ennyi helyre kell egyszerre figyelni, plusz a kamerába is kéne nézni. Tehát egy elég összetett dolog, nem is biztos, hogy teljesen profik leszünk, mert ilyet nem csináltunk, nem is tudjuk, van-e értelme egyébként, de az biztos, hogy igyekszünk megfelelni a kritériumoknak. Azért megkérdezném, hogy hang és kép rendben van-e, bár Oli a másik szobából azt mondta, hogy igen. Képhang. Igen, okay. Képhang, oké, köszönjük szépen. Akkor igazából próbálom majd a fórumra is figyelni, próbáljuk a forrásainkat is figyelni. A frissítéseket, a híreket. Igazából tényleg, ha valaki csak a puszta tényekre kíváncsi, akkor Dr. Kynnak az írására érdemes kattintani, vagy egy másik képernyőn esetleg megnyitni minket, és lehet hallani azt, hogy mit mondunk, miközben 3 másodperc múlva 7 óra, és elvileg elkezdődik. Van egy közvetítési streamünk, amit kéne lássunk. Igen, letelt az idő, és nem történik semmi. Nem történik semmi, akkor az azt jelenti, hogy itt fogunk nézni. Na, Tim Cook kijött a színpadra, ez az első információ, amit én tudok. Igen, teljesen rendben van a dolog, pontosan 7 óra körül is kezdődik a műsor. Tehát innentől kezdve már csak a frissítésekre várunk, mert sajnos az Apple-nél nincsen livestream. És jó. Amit mi élőben látunk, az ugyanaz körülbelül, amit mi csinálunk. Nem, azt viszont nem fogjuk nézni, hanem elmondjuk, hogy Tim Cook jó reggelt kívánt mindenkinek, ez az első információ. Mi meg jó estét kívánunk. Hát ugye ez az idő eltolódás miatt, ez nyilván érthető, de mi is jó reggelt kívánunk Tim Cooknak innen, nyilván érdekli őt. Alapvetően úgy látom, hogy az a stream, amit mi találtunk, az sajnos baromira nem belülről van, hanem kívülről. No, megjöttek az első képek is. Azt mondja, hogy azt meséli nekünk Tim Cook, hogy néhány egészen jópofa dologgal készültek, ami nyilván így is van, és hogy milyen fantasztikus időt él. Na, ezt jól mondom. Igen. Fantasztikus időt él át az Apple, hát ezt mondjuk, ha nem mondja, akkor is tudjuk, mert ugye a pénzügyi eredmények nagyon rózsásak. A részvények csak húznak fölfelé, és egyszerűen megállt, nem parancsolva. Jó, és akkor most ugye a szokásoknak megfelelően nem rögtön az első termékekkel kezdik, hanem most először megmutatják a mondjuk egy boltot Barcelonában. Ezt majd egyébként megnézhetjük februárban mi is, hogy se gondoljuk. Igen, betévedhetünk oda. Gondolom szó lesz arról is, hogy majd új App Store-ok is nyílnak így a világon, és főleg ezzel Kínára fog talán utalni Tim Cook. Persze nem akarok prejudikálni semmit, de minden bizonnyal szót fog ejteni erről is, illetve hát nyilván az Apple részvényekről, az iPhone 4S eladásairól, az elmúlt néhány negyed évnek a költségvetési eredményeiről. Tehát az első pár perc, vagy 10 perc körülbelül ezzel fog telni szerintünk, hogy itt az Apple magasztalása fog történni. Így van, most a barcelonai boltot méltatja egyébként Tim Cook, hogy milyen frankó lett, és vannak ilyen képek az eseményen, ahol be van vágva a boltnyitó, ahol nagyon sokan vannak a Barcelona, szerintem ez talán pont a Ramblai ránézésre. És hát tényleg egy nagy boltnak tűnik így a képek alapján, rengeteg kékruhás ember van, ami ugye a Samsung boltokban is ugyanúgy néz ki, de az Apple volt először kékruhába, tehát és akkor most egy videót játszanak be erről a boltról. Hát ez baromira érdekel szerintem mindenkit, aki minket néz, de Dr. Kind is gondolom körül azokat írja, amiket mi elmondunk. A lényeg az, hogy hát önfényezéssel kezdődik, és valószínűleg önfényezéssel fog kifutni ez a történet, mint hogy azt már eddig megszokhattuk, úgyhogy annyira nem vagyok meglepve. Viszont én nagyon szeretem az Apple sajtókban, hogy ha azt mondják, hogy 7-kor elkezdik, így a helyi idő szerint, akkor Tim Cook abban a pillanatban az ki van 7-kor, nem lacafocázik, nem teszetoszáskodik, hanem ki van a színpadon. Én annyi sajtótájékoztatón voltam, ami ilyen volt, ami egy órát csúszott. Hát az mi? És ott ült ezer ember, hogy majd jön egy óra múlva a show. És amikor egy óra...
50 percnél bemondták, hogy the show will be coming at 10 minutes, vagy olyan hasonló dumát, és fújoltak az emberek, ez konkrétan egy Sony sajtón volt. No, mit is várnak, tehát azért, hogyha valami ilyen nagy sajtó... Hát nem basszus, azt mondják, hogy 7 óra, akkor 7 óra, hát ne szaragodjunk. Ez teljesen egyértelmű. Na, 3,5 perc telt el a kezdés óta, és már levetítették a barcelonai boltról a videójukat, úgyhogy egész gyorsan tolják. Itt egyébként most mi külföldi oldalakon látunk screenshotokat arról, hogy milyen ennek a boltnak a kialakítása, és egy kicsit úgy néz ki, mint egy workshop lenne, tehát ilyen faasztalokon vannak kint az Apple termékek, de nagyon letisztult, nagyon impozáns képet mutat. No, most folytatódik a Tim Cook féle Cook-kapitány kalandjai. Igen, most fog áttérni szerintem a száraz tényekre. Az értékesítési igen, számok. Igen. Így van, először is méltatja a saját boltokat azzal, hogy itt van a legnagyobb ügyfélélmény a bolygón. Hát örülök, hogy csak a bolygóra szorítkozik. Igen. Durva lenne egy kicsikét ezt kiterjeszteni. A 13. országban nyitják meg pénteken az hivatalos Apple boltot, tehát ami nem AP-ra, hanem Apple tulajdonban levő bolt. A 83 millió látogatót fogadtak, és összesen 380 bolttal rendelkeznek. Igen, tényleg kíváncsi vagyok, hogy Kínáról fog a szót ejteni, mert az volt a legnagyobb hír mostanság, hogy Kínában új App Store-ok nyílnak. Hát úgy látszik, hogy nem fog, mert most áttérnek a Mac-es témákra elvileg, legalábbis ez a hír járja, de hát majd mindjárt megkukkantjuk. Igen, vissza is jött, már a Mac-eket mutogatják. A Mountain Lion-ról esik szó, hogy a Mac számítógépek operációs rendszeréről, és hogy hát ez állítólag fantasztikus, nem akarok ezzel vitatkozni, én nem raktam föl, de ettől még lehet, hogy fantasztikus. Igen, itt sokan, vagy egy-ketten mondják, hogy Steve Jobs nélkül semmi az egész. Hát nyilván nehéz egy Jobsot utánozni, mint karizmatikus Apple vezetőt. Sőt, hát igazából nem viszont hiszem, jogos a kérdés, mi ez a füles, azt hittük, hogy lesz streaming, de nem lett, és hogy hangos felolvasás lesz. Hát nem okvetlenül hangos, hanem amit elmondanak, azt meg fogjuk kommentelni, ennyit tudunk hozzátenni. Igen, nyilván az elején nem nagyon tudunk sokat ahhoz így. Hozzátenni, ami történik, gyakorlatilag Tim Cook a MacBook számítógépekről beszél egy kicsit, ami mobilos körökben bizonyára kevéssé tart számot érdeklődésre, minket sem annyira érdekel. 7 millióan upgrade-elték, vagyis hát frissítették a rendszerüket Mountain Lion-ra a Mac-esek közül. Igen, én kivétel vagyok, köszönöm. Meg te is, mert meg eladtad úgy, ahogy van az egész Mac-edet. Igen, borzasztóan egy kritikát kaptam ezzel, de frissítettem, tehát előtte láttam. Előtte frissítettél, azért biztonság kedvéért lássam. Hát meg úgy többet érne. Hát jó, hogy bele lehetett írni kapásba, hogy ez már hegyi oroszlánnál jönt el. Úgyhogy mi ebben nem tartozunk bele, meg igazából mi inkább az iPhone vonalon mozognánk, és azt várjuk, hogy mi fog történni. De annyi információ kint van már a neten arról, hogy mi lesz, hogy szóval nagyon sok meglepetés szerintem nem fog minket érni. Nem, igen, nekem ez a gyanúm, hogy az árat is nagyjából be tudjuk lőni. Mire számítsunk, ami ilyen nagyon egyszerű? Van aki szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy alulra kerül a jack ajzat, vagy a jack dugónak a csatlakozója. Hát ez nyilván egy jó kérdés és szubjektív dolog, mert én mindig úgy rakom el a telefonomat, hogy a teteje lefele van a zsebembe és képernyővel visszafele. Tehát nekem speciál pont jól jönne az, hogyha a headsetnek a csatlakozója alulra kerülne, mert... Én meg a Bluetooth favorizálnám. Igen, az egy másik kérdés, viszont mivel nincs rádió, azért tovább is ez a headset dolog egy kicsikét kevés. Ott az iTunes, ott vannak a saját muzsikáink. De én mondjuk már nagyon-nagyon szívesen látnék. Hát ez most ki fog derülni nagyon hamarosan, mert hogy a Mac-eket már is hagyta Cook bácsi, és most már az iPadről beszél, amiről természetesen azt említi el, hogy 17 milliót adtak el belőle, és hogy baromi jók voltak a review-k, tehát a tesztek és a kritikai észrevételek ezzel kapcsolatban. Hát nyilván nem fogja azt mondani, hogy hello srácok, eladtunk 17 milliót, és igazából a user review-k szarok. Ez nem fogja mondani. Nem lehet. Úgyhogy azt kell mondani, amit elvárnak tőle. Azt mondja, hogy több iPad ment el, mint bármely PC gyártó teljes kínálata, ami azért elég sok, és 84 milliót adtak el csak júniusban, ami tényleg elég sok. Nyilván ők az egész világon terítik, tehát azért annak alapján kell nézni, igen, de azért az nem kevés, ezt ebben meg kell egyezzünk, hogy az iPad, de mi lesz,
Ja igen, hát ugye arról volt szó, hogy lesz kisebb iPad, és egy csomó pletyka volt. Igen. És van az, hogy tényleg lesz egyébként, de most nem most fogják bejelenteni, mert akkor mi maradna a következőre. Igen, sokan így is iPod mini, iPod touch frissítés, iPhone frissítés, tehát így is elég sok mindenről kell kvázi egy óra alatt beszélnie Cooknak, illetve a többieknek, tehát nem félne már bele még egy iPad mini is. Igen, és most föl van egy érdekes grafikon a képernyőn, ahol az van, hogy 62% az értékesített táblagépeknek azok, 60, igen, az iPad, ami azért nagyon durva, és hát igazából biztos így van, illetve 68%, biztos így van, csak az a helyzet, hogy a többi gyártótól mi más számokat hallottunk eddig, ahol szintén az Apple vezet egyébként, de tehát nem ennyire, igen. Azért ez egy kicsit erős, és hát most azt mondta Tim bácsi, hogy az összes webes, tehát a táblagépről érkező webes forgalom 91%-át iPad-en keresztül igen, nézik. Közben meg azt írják az emberek, hogy akad a livestream. Oli, akad? Mindjárt belső forrásból is megnézzük, hogy tényleg így van-e, mert... Nem, itt úgy tűnik, hogy jó egyenlőre, lehet, hogy azóta már megjavult, csak közben ránéztem a fórumra azért. Állítottam meg, jó. De vissza is térünk a... Vissza is térünk, mert most viccelődés zajlik. Tipikus amerikai humor, amit én nem tudok sose értékelni. Hát, hogy igazából azt mondja Tim Cook, hogy valószínűleg azért 91% az iPad netes részesedése a táblagépek forgalmában, mert a többi gyártó terméke vagy a raktárakban van, vagy a boltok polcain, és senki nem használja őket. Jó humor. Te nevethetsz rajta, mert te jobban szereted az Apple-t nálam. Igen, attól függetlenül ez mondjuk nem tudom mennyire vicces, tehát nem kacagok. Úgyhogy, na mindegy, nem akarom ezt túl ragozni. Azt mondja, hogy most az App Store-ról vegyünk be, jól látom? Na mindegy, ez engem pont nem érdekel, de te nyugodtan beszélj róla, hogyha... Igen, az App Store ugye most már lehet tudni, hogy 2-3 órája körülbelül megint leállt, és ez általában akkor szokott így lenni, amikor ez idő intervallum alatt így próbálják föltölteni az új, már immáron az új eszközökhöz kompatibilis applikációkat a szoftvergyártók, illetve akik a programot kiadják, magák a kiadók, és hát valószínűleg az lesz, hogy a keynote után újraindul az App Store, immáron frissített alkalmazásokkal, és immáron talán, ha minden igaz, akkor az iOS 6-nak a letölthetőségével. Vagy pedig az mondjuk holnap indul, tehát ez... Nem, szerintem ez belövig a keynote után simán. Most arról beszélek egyébként, hogy 40 millió alkalmazás, ami iPad-re készült. Ez is rohamosan, mondjuk az iPhone után nem volt olyan nehéz, mert csak igazából át kellett ültetni, és most már az iPad is olyan méreteket ölt, hogy egyszerűen mindenki próbál erre fejleszteni. De hát aztán meglátjuk, hogy mi lesz igazából, mert eltelt körülbelül 11 perc. 11 perc, 16 másodperc, hogyha pontos akarok lenni. Most azt mondja a Tim Cook, hogy egy átlag ember több mint 100 appot tölt le, vagy töltött le, egy átlag Apple felhasználó. Az sok, és egyébként, hogyha belegondolok, hogy nekem van egy iPod Touch-om, csak azért, hogy legyen egy iOS eszköz, amin teszteljük a cuccokat. Szerintem megküldtem már a 100 appot. Mondjuk nem okvetlenül azért, mert mind le akartam tölteni, mert csomó olyan volt, amit le kellett tölteni, ki tudjunk próbálni bizonyos dolgokat, de mondjuk az mondjuk 20, és a többi 80-at azt én letöltöttem saját elhatározásomból, mindenféle motiváció nélkül. Persze, és mondják is egyébként, hogy az iOS felhasználóknak sokkal nagyobb része veszi meg hivatalosan az alkalmazásokat, mint az Androidnál. Hát egyrészt nehezebb kikerülni. Igen. Másrészt meg valahogy úgy alakult, hogy a szóval ez egy ilyen, nem akarom ezt nagyon indokolgatni, de úgy tűnik, hogy miután az iOS dolgoknak az ára alapból magasabb, mint a legolcsóbb androidos akármik, ezért nyilvánvalóan a vásárlóközönség egy kicsit jobban hajlandó, vagy fizetőképesebbnek tekinthető. Igen. Na, megjött Phil. Na. Tim után Phil is a színpadon igen. Van, Phil Schiller egyébként. Ő pedig egy iPhone 4, gondolom, vagy 4S, teljesen mindegy. Előtt áll. Ami azt eredményezi, hogy lehet, hogy... Hát ő fog beszélni az iPhone-ról. Bizony. Na, eljöttünk a lényeghez végre. Igen, mit várunk? Te erre vártál egy hete, vagy kettő hete, vagy egy éve? Majdnem egy éve erre várok. Még az iPhone 4-est otthon tűkön ülve néztem, hogy fú, most mi lesz bemutatva, akkor is már egy innovatívabb eszközre várt a népesség. És aztán nagy csalódással hát jegyeztem fel magamnak, hogy hát ez megint nem.
És közben... Hát a Time magazinból idézgetnek, hogy mennyire nagyra magasztalták az iPhone. Igen, hogy a telefon, mint olyan telefon elvileg, de mégis a telefon, amely az összes telefont örökre megváltoztatta, és a telefon világot. Jó, és akkor most éppen elmegyünk, hogy wow. És mennyi, using iPhone és 5. És az iPhone 5. iPhone 5. Na, nézzük akkor a lényeges dolgokat. Boom. És iPhone 5. Hát, mit látunk ott a végén? De figyelj, ez nem tűnik olyan sok a hosszúkásomnak. Nem, egyenőre. Ugye? Ezt jól látom, hogy nem tűnik hosszúkásnak. De az még 2G, 3G, 3G-es, ez még nem is. Ez még nem az. No. Nem, az én is néztem, hogy ugyanúgy csak 4 soros ikon van. Mindjárt látjuk róla az első képet remélhetőleg. Igen. Te is ugyanazt látod a másik közvetítésben, amit én, úgyhogy ott sincsen még friss kép. Van egy kis kép, ami körülbelül akkor... Ez viszont már hosszúkás. Igen, és direkt rakják ilyen kicsit, hogy ne tűnjön föl még. Nem hiszem. Most azt mondja, hogy ez a legszebb termék, amit valaha megcsináltak az Apple-nél, és hát igazából pont olyan, mint ami kiszivárgott korábban. Igen. Szóval, hogy annyira nem lehetünk meglepve, tehát nem lett kör alakú. Nem lett körte alakú. Nem, this is iPhone 5, most mondja, és mindjárt képet is kapunk. Igen, itt van, hát hosszúkásabb. Hát hosszúkás, igen. Hosszúkásabb lett, tehát a 16-9-es képarányra vonatkozó predikciók azok bejöttek, ezt már most lehet mondani, és valószínűleg azt gondolom, hogy csak üveg és alumíniumból van a készülék, legalábbis a burkolata, hát meg gondolom azért belül van más is. Igen. Vicces lenne, hogyha üvegből lenne a proci. És pont arra vagyok én egyébként kíváncsi, hogy a hátlap hogy fog kinézni, mert nekem speciál annyira nem tetszene az, hogy az a teteje és a hátulja a hátlapnak az jó üveg. Most ők azt írják, hogy ez semmi az nem hasonlít, amit valaha a piac kitermelt, amivel nyilvánvalóan arra akarnak, hát vagy én nekem az jut eszembe, igen, nem lehet őket beferelni. Nézzük a hátulja. Itt van a hátulja egyelőre kicsit sötét képen. És pont olyan lesz, amire én nem akartam, hogy... Ez eddig a legvékonyabb és a legkönnyebb iPhone, ami eddig készült. 18%-kal vékonyabb, mint a 4S. Így van. 7,6 mm. Mondjuk a 7,6 mm az nem szar. Az már úgy kellemes, tehát az már a zsebben is észrevehetetlen szinten. Az tényleg elég vékonyka, és a... Igen, ezzel azt könnyen írja, hogy a világ legvékonyabb okos telefonja. Na erre azért szerintem lesz szava egy pár gyártónak. Igen. Hát 112 g-ra csökkent viszont a súlya. Ezt meg kéne nézni, hogy a Huawei P1 meg a Fujitsu Arrows az milyen vékony. Hát a P1S az már eleve vékonyabb. Az 6, talán. Jó, hát akkor most hazudtak egy ordas nagyon. Sőt, biztos, mert 7,7-es, ha jól emlékszem, a P1 és 6,7-es a P1S. Hát az meg. Figyelj, az van, hogy azt mondta most Phil, hogy 7,6 mm-rel ez a világ legvékonyabb smartphone-ja. Igen, ami abszolút nem igaz, mert 6,7-es a P1-es, szinte megmennék esküdni rá. Na mindegy, ezt majd mindjárt. Retina display, igen. 326 ppi, az mondjuk várható volt, hogy ezt nem adják alá, és 112 g a súlya, a tömege, bocsánat, hogy exakt legyen a készüléknek. 1136x640-es 16-9-es kijelző. 6,7 a P1. Jól mondtam, jó, akkor hazudott. Vagy buta. Igen, hát. Hát a tények nem ismerete nem mentesít a és igen, hülyeség alól. Amit az emberek gondolt, 4 inch dagadt a... Na most az a helyzet, hogy én ennek örülök. Én is. Nem, mintha vennék egy iPhone 5-öt, mert a nanoszín miatt soha nem fogok. Nanoszín, ez meg kiderült? Még nem, de ha nanoszín, akkor menjenek már a fenébe. De valami nem tudjuk, nem hívunk róla senkit. Na és akkor most megideologizálják, hogy miért jó a 4 inch, miért jobb a 4 inch, mint a 3,5. Eddig, mintha fordítva lett volna. De eddig megmondták, hogy soha, mert a 3,5 inch az, ami a legjobban kézre áll. Jó. Viszont... Hát figyelj, azt mondják, hogy ez azért jó. Igen, itt azt mondják, hogy azért, mert úgy ez a legjobb a kézméretedhez. Ami miután korábban azt mondták, hogy a 3,5 inch a legjobb a kézméretedhez, én azt gondolom, hogy mint egy 5 év alatt az emberek keze fél inchet nőtt. Hát nincs az jó. A neandertal még 130 centi volt a középkori. 150-160, igen. Én most 190 vagyok. Hát és te később születtél, mint én, és én jóval kisebb vagyok. Pontosan, ez teljesen egyértelmű. Mennyi van köztünk? 5 vagy 6 év? Hát igen, és tényleg a soroltól. Hány év van közöttünk? Ennyi. Akkor érthető volt. Ez történik. Igen. Jó, neked még a réginél kell viszont maradnod, Bok. Tehát az iPhone is fiatalok okos telefonja lesz. Nem lehet itt megkezdeni. Viszont azzal, hogy megnőtt a kijelző, ezzel minden szoftvert upgrade-eltek, ami eddig az iOS alapfunkcionálatásába tartozott. Meglepő.
Hát igen, mondjuk muszáj is volt, tehát ezt így fülcsörként. De nem, azért azt tudjuk hozzá, hogy mondjuk a MacBook Retinánál azért van gond az alkalmazásokkal. Tehát ott annyira mondjuk nem upgrade-eltek mindent, hogy ugye a Final Cut az egy kicsit vártott magára. Hát, tulajdonképpen ez feature. Igen, hát ez most... Igen, tehát hogy... Szóval, hogy bejelentesz egy hosszabb készüléket, és rajta lövő rendszernél feature-ként emeled ki, hogy az összes alkalmazás kénytelen voltam meglövelni. De... Meglepő. Igen. De mi a felmontás, azt már tudjuk? Igen, tudjuk. 1136x640, hogyha jól emlékszem, itt volt lejjebb. 1136x640. 16-9-es, persze, igen. És akkor a PPI az maradt? 326. Az annyi volt. Úgyhogy ezt tudja. No, és hát mindegy, elmondják, hogy minden alkalmazás, amit eddig használtak ők, az milyen patentul működik. Legalábbis ugye az iOS-be integrált alkalmazások. Igen, jobban érdekelne, hogy mi lesz azokkal az appokkal, amik ugye, hát mondjuk így letöltődnek az App Store-ból. Frissülnek. Már úgy érted, hogy az emberek megvásárolják? Igen. Nem, tehát hogy ez most azért developer oldalról igényel majd beavatkozást, vagy... Mert hogy itt pont erről beszélnek, Csaba. Így lekroppolja, és akkor... Nem. Vagy 3-2-ben? Az borzasztó. Black Borders on either side, tehát azt jelenti, hogy középen fog futni, és alul felül egy-egy fekete csík lesz. Így van, 3-2-es képarányú appok, akkor futnak majd tovább. Így van, és majd lehet fejleszteni, ugye meg frissíteni, amikor a fejlesztő úgy akarja 16-9-re. Most van egy csomó, amit már megcsináltok, mondjuk a CNN-nek az appját mutatják. Hát nyilván ez kb. Ugyanaz, mint amikor az iPad-nél, az iPad meg az iPad. Játékok. Igen, hogy akkor ki lehet nagyítani. Nem, az kicsit másolod, ugye négyszer. Ja nem, pont igen, tehát ha az egy játékot veszünk. Nagyítani kell. Igen. Jó, akkor most itt a... Widescreen videó fut a widescreen kijelző. Igen, óriási innováció. Én ezért szeretem az Apple-t, mert hogy ilyenek... És ha lemaradtál egy csomó hasonlóról, már volt egy pár. Szóval, hogy azért ebben azért erősek ők. Na mindegy, én megírom a holnapi cikket. Egy másik gyártó másik eszközéről, ami még lehet forgalmazni egy ideig. Jó, na, menjünk tovább. 44%-kal szaturáltabb jobb a szintelítettség, mint korábban. Ezt nyilván, én ezt készséggel egyébként el is hiszem, és valószínűleg, hogy egymás mellé tesszük a kijelzőket, akkor fogjuk is látni, mert egy ekkora változást lehet látni. Kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg mennyire fog átütni. Na, és ugye amiről volt szó a pletykákban, hogy az kijelzőnek a technológiáján nagyon nagyot csavartak, és egy sokkal precízebb megoldást tettek a dolog mögé, ami lehetővé teszi, hogy a könnyebben eltaláljuk, és ne üssünk félre annyit. Ezt meg kell majd nézni, hogy ez mennyire érezhető lesz. De érdekes, szerintem az eddigieknél sem volt ezzel gond, tehát talán. Nem, de azok, tehát ott nem éreztem kiemelkedőnek, tehát az tudta azt a szintű érintésvezérlést egy közepes Android is, tehát hogyha most ők klasszisokkal jobbak, akkor... Na, és itt benyögték az LTE-t. Na hát ebből lehet, hogy még meglátjuk. Ebből még lesz balhé, igen. Tehát, hogy benne van a 4G az eszközben. Igen, fiasan mosolyog a képen, lehet, hogy épp ezért... Jó, mert és akkor most nagyon büszkén megmutatják, hogy a 4G mennyivel gyorsabb, mint a 3G, amit szerintem mindenki tud. Igen. De igazából mindegy, itt ugye az lesz a lényeg, hogy Egyedülálló chip, egyedülálló, Hát nem egy, tehát ilyen... úgy single, hogy egy darab chippel és egy darab antennával oldják meg a különböző hálózatok kezelését, ami egyébként lehet, hogy máshol is így van, de az biztos tudom, hogy hálózati oldalról is így csinálják, tehát hogy egy darab antennával tudnak különböző hálózatokat sugározni operátorok. Valószínűleg ugyanazzal a technológiával telefon oldalon is meg lehet csinálni. Mindegy, itt igazából az a kérdés, hogy ez a technológia, ez mennyire lesz majd patent szempontból patent. Igen, patent szempontból patent. Mert hogy ugye, hogy a Samsung azt ígérgette, hogy majd ha itt LTE lesz, akkor ő pereskedik, hát ez kiderül holnap kb. Igen, és az is kiderül, hogy ebből mi lesz, hogy a Qualcomm ma jó barátságban van az Apple, és mégis a Qualcommnál van a 3/4, de a így van, szabadalmaknak. Így van, fog derülni. Tehát kíváncsi akkor vagyunk, hogy mire fog hivatkozni a Samsung, milyen okokból indítja a keresetet az Apple ellen. Most arról beszélnek egyébként, hogy az LTE milyen über baromi jó, és hogy kik használják ezeket az LTE hálózatot a világon, és az Egyesült Államok, illetve az ázsiai térség
van a térképen fönt, ahol megvannak jelölve ezek a szolgáltatók. Ez számunkra maximálisan irreveláns. Számunkra az is az érdekes, hogy az az LTE, amit ők beletettek, az működik. Igen, igen, pont ezt akartam mondani. Most általában úgy hívnik, hogy igen, de egyelőre a Deutsche Telekom van felsorolva itt már Európából, ami azt jelenti, hogy akkor az kompatibilis lesz. Igen, nem úgy járunk, mint az iPad-nél, hogy... Így van. Tehát, hogy akkor ez Magyarországon is 4G-s lehet, és 4G hálózaton működhet, ami azért nagyon hasznos. Igen, és végre egy olyan dolog. És hát igazából a piac első egyik 4G-s telefonja lesz. Hogyha ezt tényleg szeptember 22-én meg lehet venni... Akkor igen. Akkor azért... És ott van Wi-Fi továbbra is. Igen, 5 GHz-es Wi-Fi is van. 150 megabit per szekundumos csúcs. Csúcssebességgel, az nem kevés, kevés úterről, ami ezt így... Van már. Hát van, de van, átlagos van, háztartásokra van. Nézzük, hogy azért talán interneten négy gyorsabb, nem sok van így, így a... Jó, ránézzük a forróban egy pillanatra, hogy igen, valap, egyáltalán működik még az adásunk? Kinek beszélgetünk. Azt mondja, hogy elmondja, miért nem lesz livestream, jó. Na, A6-os processzor. Bocs. Na igen, erre nagyon kíváncsi. Kétszer gyorsabb a CPU és kétszer gyorsabb a GPU. Akkor lehet, hogy tényleg 4 magas lesz. Hát itt fogom össze. Most azt mondják, hogy 22%-a kisebb a processzor. Hát szerintem a processzor egyébként sem olyan nagy, tehát jó, legyen. Igen, nem, vagy ezt is ki kell emelni. Most arra vagyok nagyon kíváncsi. Hogy hány magja van mag. Neki. Mert ha most azt mondja, hogy nem. Itt, hát ezeket úgy szeretem. Nem kiemelik, hogy 2,1-szeres gyorsabban indulnak az alkalmazások. És így el tudod képzelni, hogy állnak ilyen Apple alkalmazott kis stopperrel, és így. Igen, és így. Most indítsd el a... Neked 0,2 volt, meg 0,4, hát most és körülbelül. Jó, tehát hogy ők azt, most van itt egy statisztika kijelzőn, ami mutatják, hogy mi mennyire gyorsabban történik, tehát hogy mondjuk az iPhoto app 1,7-szer gyorsabban menti el a képet. Wow. Igen, de marha jó, mert most erre nem beszélünk. És nem tudtuk meg, hogy hány magas a processzor, mert hogy már az elektronikus fejtől, tehát az Electronic Arts-tól jött egy figura, Rob Murray, aki nyilvánvalóan arról fog beszélni, hogy ezzel a fantasztikus performance-szal milyen fantasztikus 3D cutting edge technology, amazing játékokat lehet majd itt csinálni, úgyhogy szerintem most ebből fogunk látni egy jó nagy rakással. Jön a Real Racing 3, lehet majd, ki tudja, mert azt beígérték azt. Úgyhogy ez... beígérték, egy kicsit visszaörök, mert most másolgatok. Pont érdekel az EA, megjött Rob az EA-től, csak hogy... Rob zombie. Hát na. Igen, és a Real Racing 3. Mindenki is, srácok, tehát most ne égessük magunkat. Persze, hát én együtt jártam a Loviba. Nem viccelt, Robot mindenki ismeri. De Rob Murray, igen. Sőt, hát a robotot is mindenki ismeri. Na, alapvetően a Real Racing 3-ról van szó. Én is pont erre gondoltam. És konzol quality természetesen. Mondtam, majd egy komolyan. Kihittem volna, hogy pont ez az összehasonlítás lesz. Én nem gondoltam volna, hogy ilyeneket mondanak majd. Na mindegy, hát... bizonyára baromi jó grafika. De már a Real Racing 3-ról volt már videóként korábban. Egy ilyen előzetes. De az ilyen gaming footage, és az meg tényleg jól nézett ki. Én ezt nem is vitatom, nem derül ki hány magos. Nem derül ki, hogy hány magos processzor, hány magos. Szóval A4 az... Hát az A4 az kicsit kisebb. 25%-kal kisebb. És a visszapillantó tükörben látom. Igazi visszapillantó tükör van. Őrület. Négy hüvelyken. Őrületesen ki fogom ezt venni, biztos, hogy hal lesz egyszer. Nem, jól néz ez. Nem, ez tényleg frankó, csak én nem autóversenyeznék. Én meg fogom. Kézi borzolom. Tehát... nekem ez a bajom vele, de... ebben van ilyen sima életes. Jó, és akkor ott ül és játszik, most komolyan ezt nézzük. Milyen egy kínai emberke, vagy japán emberke, vagy nyugodt. Ázsiai típusú. Jó, hát azért ezt azért legyen inkább így. De most nem Bob? Vagy Rob? Nem, Rob a másik, aki itt köszöngedett. Igen, Rob ő valamelyik, ez Rob. Ő csak egy ilyen... Na, ő Rob. Robnak azért van egy feje. Itt szóval beleéli magát, szinte már ő vezet. Jó, és Vince vezet. Komolyan két ember autóversenyzik? Igen. Kány is bejött, mert nem értettem, hogy tényleg az van-e, amit mi is látunk. Biztos, hogy azt kell, hogy írja, hogy két autóversenyzik. Ott megy Rob elől. És Robnak egy Air Traffic piktogram ikonja van. Hát egy csíkert. Hát vagy az lehet, hogy éppen rákültek egy izét, egy nagyobb adag F-16-os vagy olyan. Légitámadás. Bomba chained. Nem, ezt hogy hívják? Az a
Tudom. Van az a játék, amikor okay, behúzkodod a repcsiket, hogy jól szálljanak le. Ja, Flight Control. Tényleg az ez az ikon. Na, Rob Flight Control fan, ezt megtudtuk. Vagy ő csinálta még. Ez a két opció van. Jó. Na, az a lényeg, hogy ez most erről beszélgethetünk még, de... Na, és itt egy nagy akkumulátort látunk. Majd meglátjuk, hogy... Lesz benne akkumulátor. Igen, 10 millió per órán kisebb a készülék. Ha megnéztem volna egy iPhone-t, ami így csak 10-ről megy 220-ról. Az merő? Miért? Igen. Nem is. Decked phone-nak. Ja, hogy úgy... Na, az a lényeg, hogy most az akkumulátorról lesz nyilván szó, mert egy nagy zöld akkumulátort rajzoltak fel a kijelzőre. És nem felejtették el feltöltni. És Phil visszatért, úgyhogy ő az, aki egyébként az iPhone 5-ről beszél, úgyhogy remélhetőleg most kicsit belenagy a részletekbe, és talán meg tudjuk azt is, hogy hány magas processzor. Ja, jó lenne, mert most megint kijött egy akkumulátor. Ez mi? Kép, és utána visszatértünk, hogy konzol grafika. Olyan, mint még soha nem volt. Na, azt mondja, hogy megnövelték az üzemidejét a iPhone 4-esnek. Az 4-eshez képest. Na, az nem nehéz. És akkor itt van. Ezek órák, 40 ugye? 40 óra zene, 10 óra videó, 10 8. óra wifi böngészés, 8 szóval óra beszélgetés. 4G vagy LTE. És 3. Majd 3G vagy 4G. És 8 óra beszélgetési idő, hogyha 3G-n vagy. És 225 óra standby, amit tök mindegy, mert azt úgyse. Igen. És az Apple-en nagyokat nem szokott hazudni, ugye most a notebook-jai pont hazugságok Mountain Lion-nál, de... A 4-esnél sem volt a kezdeteknél. Okay. Igazából ez elég jó üzemidő, szerintem. Igen. Mert hát nem kimagaslóan jó, de azért jó. Hát meglátjuk, hogy bírja már a több mint egy napon. EyeSight kamera. Kamera jön. Igen, ez megjön. Ja, az, hogy belül is lesz egyébként 720p-s, azt hiszem valami. Ja, előlapi kamera is 720p-s. Na, hátlapi kamerával tudunk, hogy 8 megapixeles. Mi az, ami ebben lényeges nekünk? A BSI szenzor. Jó, BSI, igen. Ugye alacsonyabb zajszintet tud gyengébb fényviszonyok között. Hybrid infra szűrő, hát nem tudom igazából, hogy infra szűrő minek egy kamerában, mert semmelyik profi kamerában nincs, mert ha a tárkapcsolóval belenyomsz, miközben fotózol, akkor fog villanni a kék fény, amit egyébként nem látsz. 5 részből álló lencset, abból álló lencserendszer van, azért az nem biztos, hogy rossz, nem tudom mennyit használnak, ilyen 3, az szerintem kell az autofókuszhoz, és 2-4-es fényereje van. Ami azért annyira nem kimagasló, HTC-nek vannak talán kettő. Igen, viszont és közben meg azt mondja, hogy igen, ez a Dynamic Low Light mód, ez azt jelenti, hogy sötétben jobb képeket lehet vele elvileg készíteni. Igen, és precíziósan illesztették össze a lencséket, tehát kérdezem én, hogy eddig hogy csinálták. Igen, viszont az Zoli, a... Találom legyen ez így. Beszólták, volt egy ilyen kis look, és itt... Viszont az, hogy Zafir kristály, az szerintem a külső borítására utal, és azt mondja, hogy... Vagy Zafir kristály, az mondjuk azért a órákon olyan. Van, meg lehet karcolni, nekem volt kázi órám, amilyen volt, és meg lehetett karcolni, de azért annyira nem könnyű a dolog. Szóval az egy jó feature, azt elkezdtek. Ez egyébként okos. No. És hiszen nagy csönd, mert... Kemény és kristály keménység. Kristály, az jó lesz. Na itt van. Itt van. Végre a A6-os processzorra visszatértünk, gyorsabb fotókészítés. Igen, most igazából most összehasonlítja, hogy az A6-os processzor plusz a kamera mit tud együtt. Hát gyorsabban fotózol. Én engem az érdekel, mert most már fogadjunk, hogy nem lesz szó se a RAM-ról, se a magok számára. És a zajszűrés is jobb állítólag az algoritmusa, de majd meglátjuk, hogy ebből mi jön. És hát nyilván, amit már említettünk, mi is megint felbomlásodott a minket. A zajszűrés az nem igazán hardware függő szerintem. 40%-kal gyorsabb fotókészítés. A képfeldolgozás az, amik tök oké, mert ugye az egy hardveres eleme az SOC-ben a képfeldolgozó egység, tehát ez egy külön chip gyakorlatilag, külön részegység, úgyhogy azon valószínű leszeltek tudik hozzá, hogy ez nem gond, tehát ez tudja befolyásolni a képminőséget, hogy milyen a képfeldolgozó chip a rendes nagy DSLR kameráknál is. Ezt fejleszgetik. Jó, most szemfülgépeket mutatnak, hát azt majd megnézzük 100%-os nagyításon most tőlem, hogy felrakják a projektorra. Itt a Nokia fikázás, hogy these are from the camera untouched. Igen, hogy érintetlen. Azért utalnak arra, hogy a 920-as Lumia-nál a reklámfilm... Meg a reklámképek. Azok orjensítettek. Igen, az, ami bicikliről a 920-ra vett, az ugye egy az kis buszról volt egy rakétavetőnyi kamerával véve. Hát, igen, az nagyon szép.
Jó, shared photo stream. Na, jövök, szem, tudom folytatni a cikket, hogy készülmással. Akkor úgy maradunk ketten. Oké, nagyszerű. iCloud és az iOS 6 segítségével a fotósorozatokat meg tudjuk könnyedén osztani, hát ez nagyszerű dolog. Panoráma felvétel, belekerült, aktiválták végre, mert eddig is benne volt igazából, gondolom, akik jobban értenek az iOS-t, azok is tudják, hogy volt eddig is, viszont csak jailbreak-es ilyen tweak-kel lehetett ezt aktiválni, mert már az iOS 5 is tudta, csak nem állt rendelkezésünkre, viszont itt már a 6-os rendszerrel ezt megkapjuk. San Francisco-ból csináltak egy panoráma képet. Ami? A Golden Gate másik oldalán, tehát nem a Frisco-i oldalon, hanem igen, a másikon. Ami biztos szép. Így. Jó, és így viszont 28 megapixeles képet lehet csinálni, hogyha a panoráma módban vagy, mert ugye egymás felé teszi a 8 megapixeles képeket gyakorlatilag. Nagyjából 180 fokos. Na hát én nem tudom megmondani, de így a képek alapján. Projektoron jól néz ki nyilvánvaló, ez talán nem is meglepő. És azt írják az olvasóink, hogy akadunk egy kicsit, akkor ezt én becsukom itt a háttérbe, hát ha ez visszaveti a dolgokat. Igen, mindjárt visszanézünk, hogy hogy. Na. Igen, az infraszűrőről írnak, hogy mindenbe tesznek infraszűrő. Jó, még mindig ezt a, még mindig a Golden Gate-nél leragadtak, tehát hogy panoráma volt oké, és folyamatosan azt lehet látni, hogy a fickó mögött ott van a Golden Gate, és nem tud elszakadni ettől a témától, hogy van panoráma mód. Nyilván ez nem rossz. Nyilván nagyon sokat dolgoztak rajta, hogy két bitet átírtak a szoftverbe. Én is de nem van. Egyébként ez nyilván van vele munka, de azért ennyire nem. Hát most már nem csak fotózni, hanem még egy dolgot már be is lehet állítani, hogy most panoráma vagy. Hát de ez valószínűleg egy kapcsoló, vagy lehet, hogy külön app. Hát egy app, hogy panoráma is. És akkor csak így tudsz fotózni. Igen. Egyébként kíváncsi leszek tényleg, hogy mi lesz ezzel meg visszatérve az A6-ra, mert most a képek közben nagyon inkább ez az érdekes, hogy ha az A5X két magos volt gyors. Jó, akkor közben most már van videó felvételről is szó, 1080p-s a videó, wow, jobb a videó stabilitása, és van benne arcérzékelés és arckövetés, és hogy tudunk fotózni, miközben videózunk, ezt ugye sok, illetve több androidos készülék is képes már rá, tehát hát úgy tetszik az iPhone ilyen szempontból most követi a trendet. Igen, és ráadásul visszatérünk a Full HD videó felvételhez, ami már az 4S-ben is volt, de itt már tovább fejlesztették a képstabilizáció. Igen, viszont a videó stabilizáció, szóval valószínűleg a Lumia 920-ot nem lehet megütni, de az kiderül kb. Holnap, mert holnap hozzák a Nokia-s. Igen, lesz. Ez most csak így mellékesen jegyzem meg. A FaceTime kamerát is HD-ba alakították át, zseniális, és a FaceTime végre megy mobil hálózaton. Igen. Ó, közben Feki is megérkezett. Na, mennyi idő kellett még a FaceTime egy mobil? Mikor volt a FaceTime bejelentés? Amikor we bring videotelefoni for the world? Ez meg volt? It will change everything again. Igen. Na, most ugye az van, hogy most már a mobil hálózatokon is menni fog a fél. Most emlékszem, a világon kívülre is eljött. Igen, lehet. Nem is tudom, minek kellett fejleszteni, eddig is elvitték a világnak. Na mindegy, az a lényeg, hogy most már wow, 3 mikrofont kapott a hardware, ami hát valószínűleg a hajminőségre és a zajszűrésre jó hatásfokkal lesz, és hát 20%-a kisebb lett a mikrofon, mert eddig tudod, ilyen iPhone tulajdonosok, valami szeretem ezt a telefont, de ekkora rohadt nagy mikrofont, nem lehet ezzel élni, de most 20%-a kisebb. Így már ők is nagyon elégedettek lehetnek. Úgyhogy ilyen szempontból oké. Még nem esett szó egyébként a dock, új dockról. Ja igen, arról sem, meg általában az új lenyomat cuccos. Hát ez szerintem valami koncepció, tehát az... Na, meglátjuk, mert még azért itt zajlik javában. Igen, ez a zajszűrős, zajszűrő, igen, hangcsünk, igen, zajszűrős mikrofon, ez természetesen nagyon-nagyon hasznos. És zajszűrős hangszóró is van. Igen, azért. Szóval meglátjuk, hogy mit nyújt. Igazából itt úgy látszik, hogy a hangminőség nagyon erősen. De konnektor, most jön a konnektor, ez a csatlakozó. Jó. Ebben a pillanatban meglátjuk, hogy tényleg kisebb lett, és hogy lesz kompatibilis az előző szériákkal, mert ez a nagy kérdés. Tehát, hogy lesz átalakító kapásból a dobozban, vagy jó. Nem. Na, most az van, hogy elmondják, hogy az első iPhone és iPod óta 30 pines csatlakozót használnak, ami azt jelenti, az hogy valószínűleg 9 pines lesz. És hogy nagyon sok minden megváltozott 2003 óta, wow, például szabványát a micro USB, csak szólok, de igen, igazából mindegy, nem számít.
És ez már kisebb, nem ez a kép? Nem, ez még nagyobb van rajta. Igen. És nagyon sok dologhoz vezeték nélküli technológiát használunk most már, amihez korábban kábelt használtunk. Én szerintem az a töltés nem fog vezeték nélkül menni. Mint a Nokia, ami... De meglátjuk mindjárt, hogy mi lesz a... A Nokia azt hiszem, az tölthető, ugye? Tehát az vezeték nélkül most már tölthető a 920. Vagy milyen jó volt. Hajminőség. Hajminőség. Na és itt van. Ó, és jóval vékonyabb, tehát ez már egy Cord Lightning. Az most komolyan el kell nevezni egy 90-es kor. A csatlakozó úgy nem érintő, hogy ez egy Lightning. Tehát most jó, azt fogom megkérdezni, Boktól, hogy van-e Lightningod. Van nálad egy villám? Igen. Mert hogyha, ha nincs villámod, akkor te már nem. Jó, azt mondja, hogy... 80% a kisebb EAO, megfordítható, tehát minden egy mélyek irányból dugott bele, ez mondjuk nem hülyeség. Igen, majd tekergetés. És hogy fejlesztettek azon is, hogy mennyire jól bírja a strapát, igen. Viszont, és állítólag gyorsabb is, csak azt még nem írták ki, de szerintem mindjárt mondják. Hát az van, hogy ez kb. Semmivel nem kompatibilis természetesen. Visszafelé, tehát hogy ezt nem is tudom, hogy lesz majd átalakító szerinted? Biztos, hogy lesz 30 dollárért, vagy valami... Nem, hát az eBay-ról rendeled egy dolcsi. Igen. De dobozba biztos, hogy nem raknak be. Szerintem. Dobozba? Aha. Szerintem ez lesz. Pedig nem baromi lenne. Hát iPhone 5-öt veszel, ez a csatlakozó jár hozzá, minek raknának egy átalakítót a 4-hez. Na, és akkor most itt nézd, itt az adapter. Tudtam, hogy lesz. És? Mindjárt mutatja az adaptert. Hát nem csinálhatja, mert itt van-e. Ott. Szóval, hogy van adapter hozzá, most ezt nem tudjuk, hogy az iPhone 5 gyári tartozéka E, vagy ezt külön vásárolod meg. De ugye nyilvánvaló, hogy kellett ez az adapter, mert hát egy csomó ilyen kihangosító, hangfal, egyéb accessorik azok nem működtek volna. Hát igen, viszont most azért oda jön, hogy egy házimozit például lehet látni, aminek most már mondjuk van egy ilyen kinyitható tárcai, ami iPhone 4-4-es. Hát de ne leültesse, egy csúcskatogás BMW-be is ott van. Igen, csak most ez akkor hogy fog kinézni? Hát nem fog. Idétlen lesz, egy picit magasabb lesz. Ez instabil. Ez nem jó. Nem lesz sokkal instabilabb, mint hogyha magát a cuccot dokkoltad volna eddig. Hát én szerintem ez nem olyan nagy para. Az a kérdés, hogy mennyi fog kerülni az adapter. Ez sokkal nagyobb kérdés. Na, és azt mondja, hogy iOS 6. Igen, iPhone 5-öt mutatnak be iOS 6 futtatása közben. Hát, bármilyen hihetetlen. Nem számítottunk. Igen. És itt jön az iOS-nek a fejlesztője, Scott Forstall. Ja, Scott. Na, Scott elég vékony, azt kell mondjam. Igen, és őt hasonlítják legjobban Jobshoz, mint karizmatikus. Hát ne haragudjál, de hát akkor az garbot kéne húzni, nem ilyen börtöninget. Igen is. És nem Tim Burtonre gondolok, hanem hogy olyan börtön, ami börtön. Tehát, hogy azért ő kijött pizsibe. Mondjuk pofázunk itt, mert te meg egy kockás vagy, én meg egy ilyen branded pólóba. Na a lényeg az, hogy viszont vasalták. Én ebben biztos vagyok, hogy nagyon sokat vasalták ezt az inget. Mert olyan szög egyenesen áll a csávon, olyan párhuzamosak rajta a csíkok, hogy az valami gyönyörű. Ez is mutatja, hogy még nem történt semmi az elmúlt két évben. Igen, és tudom, hogy tudjuk beszélni Scott Ingerrel. Na, a Maps-el kezdi egyébként Scott a dolgot. Ami megújult, fogadok? Hát persze, hogy megújult, mert hogy ugye kilőtték a Google-t így pikk, és ugye muszáj, hogy megújítsák a sajátjukat, mert kb. Így, tehát a Kelet-Európában ilyen sivatagot látsz, tehát hogy annyira részletes. Na, turn-by-turn navigáció. Igen, ez mondjuk nem egy rossz. Hát nem egy rossz, csak az a kérdés, hogy hol. Meg ráadásul mennyi adatforgalom. Melyik régióban? Igen, az is kérdés, hogy milyen adatforgalom kell hozzá, bár 4G-n ugye az LTE fantasztikus sebességével, de azt majd meglátjuk. Azt mondja, hogy lehet repülni dolgokat, és körbe lehet nézni a ilyen fotó jellegű módon, mint a Street View-ba, akár navigáció közben is. Hát én ezt nem tudom, hogy miért kell. Én arra vagyok kíváncsi igazából, hogy egy két hónappal ezelőtt nagyjából még csak San Francisco, egy-két nagyobb amerikai város, Róma, Európában talán egy 4-5 darab olyan. Hát nyilván ez minket kevésbé fog érinteni, hogy most itt az amerikaiak röpködnek körbe New Yorkba virtuálisan, röpködjenek. Engem sokkal jobban érdekel, hogy turn by turn navigáció európai leképzése milyen térképállománnyal, és igen, mit egyáltalán mikor fog megvalósulni. Jó, fejlesztették a műholdképes nézetüket, nagyszerű, és van a és GPS-t? Spektetett módban is működik, éljen.
GPS chip az maradt az eddigi, mert eddig is nagyon gyorsan talált jelet szerintem az iPhone 4-4-es, tehát pillanatok alatt. Csak ugye nem tudom, ez a GLONASS vagy GLUNASS, ez nagyon... Nagyon menő lett. Nagyon menő lett mostanság. Tettek róla szót. Itt van egy screenshot arról, hogy néz ki ez a műholdas dolog, ez egyébként elég részletes felvételnek tűnik. De még mindig nem érdekel, mert ez mindig Amerikában van. Hopp. Igen, lehet, közben... hogy itt közben... Ja nem, csak nem nyúlkáltam a géphez. Féltem, hogy lemerült a notebook, amint nézzük az adást. Nem baj, van itt kettő még. Van, te is tudod nézni, igen. Persze, tehát itt... Jó, itt hát mutogatja ezt a körberepülést, tehát ez nagyon érdekes. Közben frissítsünk szerintem, addig fogom. Igen, szoktam frissíteni közben, hogy... Jó. Igen, most valaki még mindig nem tudja, hogy nincsen livestream. Az Apple-nél sajnos nem megszokott, hanem a keynote után föltöltik, és körülbelül egy órával, kettővel, vagy másnap már meg lehet nézni. Igen, vissza lehet nézni, de hát akkor nem élőben látod, hanem utólag. Igen, nyilván most. Mondjuk ez olyan, hogy foci meccset is megnézel utólag, hogyha érdekel az eredmény, csak hát... Már nem olyan izgalmas, mert tudom, hogy meg lehet nézni, hogy mi van benne. Egyébként kérte az egyik emberkénk itt, hogy majd összegezzük a végén, ez lenten van, most nem fogom visszatekerni. Dr. Kánycike fogja összegezni egyébként. Igen, pont ezt akartam, hogy lesz na, egy ami összegző. Fontos, hogy a notifikációs központ ról lesz egy kis plusz információ. Tweetelhetünk, csíbelhetünk. Igen, be van építve a Twitter. Meg a Facebook is. Ó, pillanat alatt elérhetjük kedvenc közösségi oldalunkat, hogy szoktak fogalmazni általában. Teljes képernyős mód. Igen, a Safari teljes képernyős módba fut, tehát a böngésző. Igen, ez mondjuk egy sok alternatív böngésző tudta már ezt, és hiányoltak. Hát meg sok alternatív op-rendszer is tudta ezt. Jó, hát most maradjunk az iPhone rendszernél, vagy az iOS rendszernél. Viszont ez mondjuk nem rossz végre, hogy 5 évnek el kellett tennie. Jó, hát végül is megcsinálták, that's it. Jó. Igen. Jó, és akkor az iCloud lesz a következő talán, amiről beszélni fognak. Azt mondja, hogy iCloud Tabs. Hát ezt most mi is várjuk, hogy mi pontosan. Igen. Mert kívánt. Hát ez semmi, csak az a lényeg, hogy vissza tudja nézni a... Hát egyfajta history, ami a felhőben tárolódik legalább. Ja, tehát végül is, amit a Safari szerint... mondjuk egy Mac-en böngésztél, az automatikusan ráfrissül az iEszközödre. Jó, nagyszerű. Most vannak VIP kontaktok a mail alkalmazásban, EAO, és könnyebb flaggelni az üzeneteket. Hát szintén frenetikus fejlődés. Nem érdekel, de biztos volt olyan ügyfele a cégnek, aki azt mondta, hogy ő nem fogja megvenni az új iPhone-t, ha nem lesz benne könnyebb flagelés. Igen. És akkor mondták, hogy jó, akkor beletesszük. De igazából nem akarom leszólni, mert nyilvánvalóan egy csomó olyan dolog van, ami apróság és adott esetben hasznos lehet. Jó, azt mondja, hogy haladunk tovább. Na, Passbook. Hát ezt sem hiszem, hogy itthon ez működni fog, legalábbis, hogyha azt látom, hogy ez miről szól. Mert úgy néz ki, hogy itt különböző elektronikus, hát hogy lehet ezeket nevezni, kártyák vannak, hogy beszálló kártya vagy jegy, a jegy talán a legjobb szó, amit egy helyen tud gyűjteni a szoftver, és ezeket egyszerre átlátjuk, és hát adott esetben tudjuk használni. Igen, most itt jön a kérdés, hogy olyan NFC? Hát az NFC az vagy nincs eddig benne. De úgy, tehát arról is szólt a fáma, hogy nem lesz, tehát már az utolsó egy-két napon, vagy napban nem is nagyon kellett számítani, hogy NFC belekerül az új iPhone-ba, ami... Jó, hát figyelj, igazából én ezt értem. Nyilván valamiért az iPhone 6-ot vagy az 5-est is meg kell majd venni, tehát akinek majd az NFC lesz fontos, az azért fog frissíteni, mert abban már csak benne lesz. Jó, ez a Passbook, ez nekem tetszik egyébként. Most nyilván nincs róla túl sok információ, de az, hogy az összes ilyen elektronikus passzomat egy helyre összegyűjti nekem a szoftver, és csak kiválogatom, hogy melyikkel akarok hova becsekkolni, annak számomra van értelme. Azt mondja, hogy mi, ez meg mi? Ó, megtudjuk galériából rögtön Facebookon, és mi az a másik kettő Twitteren talán? Ez a Photostream-nek a megosztása. Facebook, nyomtatás, másolás és a Photostream app van benne. Tehát, hogy egyszerre több képet is lehet nyomtatni meg másolni éjjel. És megosztani Facebookon. Itt éppen mutatnak rá egy példát, hogy hogyan zajlik.
Hát engem az is érdekelne például, hogy a mail alkalmazáson belül miért csak 6 fotót lehet továbbítani. Ezt mert nem úgy... tudom, de lehet, hogy most már streamet is lehet továbbítani, bár akkor nem jött ki itt az opció lent. Igen, tehát azt nem értem, hogy igazából amivel lehet változtatni automatikusan, amit mondjuk én nagyon szerettem az iPhone-ban, hogy amikor küldök egy képet, feltöltök egy képet, bármi, akkor kiválasztottam, hogy eredeti nagy, kicsi vagy közepes méretben szeretném én ezt továbbítani, és automatikusan hát lekizsinyítette. Viszont ha én e-mailben akartam elküldeni, akkor összesen 6 képet tudtam továbbítani, ami azért kevés volt. Tehát volt, amikor mondjuk 10 képet, én közepes méretben, az nem volt körülbelül csak 1.5 megabyte, tehát simán tudta volna kezelni a kliens, mégsem engedte az Apple, tehát ezeket a korlátozásokat nem igazán no. Értem, hogy miért vannak. De... Visszatérnék egy picit a Siri fejlesztéséről esik éppen szó. Gondolom több nyelvtámogatás jön. Nem először is az, hogy egy csomó plusz információt meg tud adni. Sporteredmények és mérkőzések állását is le lehet a hangfelismerő technológiával kérdezni a készüléktől. Hát nyilván ez nem egy videóton tatabányát fog visszamondani nekünk, hanem itt azért komolyabb mérkőzésekről van szó. Hát tudtam volna, ezt tegnap ki sem megyek a meccsre. Ráadásul most már mozit is tud ajánlani nekünk a közeli filmszínházak kínálatából. Hát ez is olyan dolog, hogy valószínűleg nem itthon. És hogyha moziműsort szeretnénk kérdezni tőle, akkor egy szubjektív jellegű választ próbál adni. Hogy ezt miből számolgatja ki, az majd mindjárt kiderül, mert éppen ezt próbálják demonstrálni. Igen, sokan kérdezik, hogy hol nézzük egyébként. Több forrásból nézünk egyszerre. Igen. Tehát itt van, ezért van 4 monitor, hogy mindenhonnan tudjuk nagyjából követni az eseményeket. De igazából ezek a Siri fejlesztések olyanok, hogy egyelőre ezekből itthon sokat nem fogunk látni. Nem, nem tud magyarul addig itthon, egyszerűen nem használható. Tehát mondjuk ki, senki sem, de ezt már sokszor elmagyarázta szerintem valamennyiünk, hogy buszon nem fogom azt mondani angolul egy telefonnak, hogy akkor tudom, nézd már meg, hogy milyen az időjárás. Nem is ez, de hogy egyébként is elég retardált vagy, hogyha egy buszon utazva megkérdezhet, hogy milyen az időjárás, miközben kinézhet bármelyik ablakon. Milyen lesz a hétvégén az... De az is miért a buszon jut eszedbe? Tehát, hogy így, vagy miért ott jön rá? Valahova, és meg akarom tudni, hogy abban a városban. Nem, de mondjuk, hogyha buszon vagy és megéhezel, és azt mondod, hogy hol van a legközelebbi McDonald's, akkor sem a telefonodat fogod megkérdezni élő szóban. Igen. Mert egyrészt ajánl neked egy Los Angeles-i McDonald's-ot, mint legközelebbi, hogyha nincs feltöltve rendesen az adatbázisra. Másrészt pedig, tehát azért jó dolog biztos a hangfelismerés kocsiban. De igazából jobb lenne, hogyha gondolatomat találnál ki. Nem tudom, ezek miért nem tartanak rá itt. iPhone 16-nál talán. Jó. Na, azt ami beépíthetnének, hogy az, amit az Androidnál van, hogy hangfelismerő diktálás, SMS. Amit a Siri válaszol, az rögtön ki lehet Facebookra posztolni. Hát ez ilyen. Hát ez durva. Én nem is tudom eddig, hogy voltam nélkül a funkció nélkül. Komolyan mondom, ezek ilyen extra feature-ök, tehát amik még nem lehet élni. Jó, azt mondja, hát ez óriási. Ebből ebben nagy. Ez egy tatabás. SMS-es hívás elutasítás, az újabb feature. Hú, azt hiszem, ez Symbianban volt először. Igen. És ez nem tegnap ma. Volt, és igen. Nem is ma. Ez nem majd, de hát ez is ki kell menni. De persze, de hát igazából így fejlődik a rendszer. Ez egy hasznos újítás. És SMS jelentés, hát. Az továbbra sincs kedves Apple. Jó, Phil visszajött. Igen. itt azt hiszem, hogy ez ezzel az SMS-es hívásról utasítással. Na, végre jönnek a további részletek az iPhone 5-ről. Feketében és fehérben érkezik. És a hátlapot mutassák, ami már sajnos az első képen is látszódott, hogy a hátlapja... Szerintem az jól néz ki az a hátlap. De a teteje üveg, ugyanúgy eltörik, hogyha kicsit az is jobban. Az biztos edzett gorilla akármi. Nem fog az eltörni, csak pikulát. Úgy. Most egyébként elmondanám, hogy nekem az iPodom úgy tört el, hogy mert milyen magasról esetett kőre. Egy 30 centiről. Csak pont a sarka. Na a és éppen ugyanúgy sarka az üveg lesz, tehát csak mondjuk lehet, hogy olcsóbb lesz cseréltetni a hátlapot, vagy nem tudom, csak egy ekkorát kell. Még így... Ne, nekem nem tetszik, tehát ez most az én szubjektív. De lesz hozzá bumper, meg mit tudom én, aztán jó lesz neked. Jó, az én... Lehet, egy csomó mindent, már most lehet látni, hogy egy csomó mindent lehet venni hozzá. Mondjuk igen, ez a hirtelen Siri, amit mond Facebookon,
Én rögtön feltölthetem a földugra. De rögtön vehetsz hozzá egy adaptert az új izéhez, dock konnektorhoz, vehetsz hozzá egy bumpert, és még nem tudjuk, hogy most nanoszim lesz-e vagy nem, mert ez mindig nem derült ki. Nem, nagyon örülnék, ha nem. Tehát azért az úgy pozitívum lenne az én kis lelkemnek, hogy az így is mindjárt előbukkon. Borzasztó mikroszimelt. Na, Johnny Ive, ő igazából elég híres ember. Igen, hát Johnny. Hát így rajzolgat, ő egy formatervező. Nem csak Travoltát hívják Johnny. Nem, de azért Johnny Ive az somebody. Tehát őt még én is ismerem. Már úgy értem, hogy nem onnan, hogy mit tudom én, egy bölcsibe jártunk, és ugyanazt a paprikás lumpit ettük egymás mellett, hanem hogy ő igazából egy igen erősen jó designer. Alapvetően ő dizájnol mindent. És itt a hátlapot, tessék. Szerintem ez patent. Hát, majd meglátjuk, hogy ha tetejes alumíniumból van, már pedig valószínűleg most így a matt alapján, akkor viszont kurva. Nagyon jó. Szerintem jól néz ki. Szóval, hogy ez elegáns, ez a cucc, ez most elegáns, jellegzetesen Apple, és ez nagyon visszafogott. Engem a matt érdekel, hogy ez most tényleg matt és kevésbé gyűjti az új lenyomatokat, vagy ez hogy működik? Tehát igazából azért nem szeretem a kínotokat néha, mert mindig utalának derülnek ki. Lényegesebb információ. Ja, olyanok, amiket itt elsúnyognak, és igen, akkor hát mennyi lesz a RAM, most hány magas a CPU? Hát, amit tudunk, hogy amit sejtünk, hogy 1 giga RAM. Igen, 4 magas CPU, de szerintem a 4 magot már mondták volna, szerintem ez lehet, hogy 2 magos maradt. Hát akkor viszont miért van A, micsoda? 6. A, 5, A, 5, X, az is 2 magos, meg az A, 6 is 2 magas. Hát az A, 6 simán lehet 2 magos, csak emeltek az óra jelent most. De az A, 5, X is, akkor az meg... És? Emeltek az óra jelent, csá. Majd ezt meglátjuk. Ére? Na, itt van, itt van egy olyan kép, ahol le van szedve a hátulja a készüléknek, igazából baromi jól néz ki. És ez nem hiszem, hogy nanoszimot. Már, hogy ez? Igen. Vagy igen? Ez lehet, hogy micro SD. Mekkora flash lenne. Az a csapnának. Nem, egyébként lehet, hogy micro sim. Nerd porn, ezt írják. Hát semmi ez a nerd porn, hogy látod a belsejét. Na, hát az ott van, az tény. Tényleg elég kicsi, mint az összes többi alkatrész. Jó, de látod, hogy basszus, a telefon kétharmada aksi. Igen. Azért az nem gyenge. Hát kérdés, hogy most tényleg az van, amit mondtak, hogy 1440 mAh-ra duzzat az eddig 1430 mAh-s aksi. Jó, ez számít, mert ugye kicsivel több pixelt is kell mozgatni. Valószínűleg ez egy nagyobb órájú processzor. Meglátjuk, hogy mire lesz elég. Jó, és most itt azzal magyarázzák meg az új csatlakozót, hogy a helytakarékosság miatt. És a kamerának is van most egy nagyon közeli szuper makró felvétel, hogy a Zafir kristály lencsés kamera mennyivel kevesebb helyet foglal, és hogy az milyen hasznos, hogy ilyen kis helyet foglal, mert szintén az akkumulátor terhére, illetve előnyére tudták csökkenteni. Tehát váó. És akkor most már tényleg jöjjenek a részletek. És érdekes, most épp azt néztem, hogy 55 van, és ha minden igaz, általában egy órás egy kínót, és az iPod miniről iPod társról nem esett szó, hogy most... Nyugi, hát még tarthat ez a kínót. Igen. Még bírja a Ustream is, bírjuk mi is, simán bírja az almák is. Hát, lassan beleharapok most már megint. Ugye? Eléggé. Tényleg, hát rosszul mutattuk, hát ez még nem az Apple. Na, valaki már mondja, hogy... Így az Apple. Úgy az Apple? Mhm. Így már <Apple. gül> Valaki már mondja, hogy bumpered már lesz. Linkelnek egy bumpert. Közi. De most már elkezdjük nézni hogy a fórumot is, hogy mit írtak, mert igazából itt nem nagyon dolog történik, sok minden, hogy úgy mondom. Ja, köz, $3000. Ja, grasszú, az... Nem gondolkoztam is ezen egyébként. Ha már iPhone-ot, akkor $3000 bumper. Persze, simán. Gatya. Na, itt most nem nagyon frissülnek az események, nálad se. Nem, most megálltunk a kristálylencséknél, amíg... Igen, de most vajon mi történhet oda bent? Igen, most jön egy újabb. Közben még egyet beleharapok, bocsánat. Rákívántál az olyan árasodat? Uh-huh. Király. Annyira sok, amit már no, van. Amit tudunk, azt egy-egyről összefoglaljuk. Eléggé az lett, ami várható volt. Nincs meglepetés. Nincs. Még a dockról, vagy a jack csatlakozóról továbbra sincs szó. Hova került? Nekem az mindenképpen meglepetés, hogy a FaceTime az most már megy mobilhálózaton. Itt éppen mutatnak róla egy példát, hogy ez milyen patent. Ugye HD 720p-be lehet FaceTime-ozni, ez LTE sebesség elég hozzá,
Most megint alatt a kérdés azért. Hát jó, de igazából most azért azt kell látni, hogy például Magyarországon a T-Mobile-nál, ugye, hogyha LTE-s csomagot akarsz, akkor az 40 giga. A 40 giga azért... Az terjedelmes. Szóval az elég egy csomó mindenre. Nekem például ez a csomagom van, és mi ezt egyháztartásban többen használjuk, és soha nem volt abból gond, az Xbox is állunk ezt meg minden. Soha nem volt abból gond, hogy ez kevés lenne. Úgyhogy... Úgyhogy nagy meglepetés nincsen. Nincs egyelőre. De... És most először egy picit úgy érzem egyébként... Galaxy S3-mal szívesen megnéznék egy összehasonlítást, ha? Mi is megnéznénk. Továbbra is el fog bújni a nagyságban. Nem érzed azt, hogy most ez egy olyan keynote, hogy olyan funkciók kerülnek bele, meg olyan irányba ment a fejlesztés, mintha nem az Apple diktálna, hanem a jelenlegi trendeknek megfelelő módon változtatta volna meg az eddigi koncepciót. Megnövelik a kijelzőt, nagyon fontos nekik, hogy vékony legyen, megcsinálják a videótelefonálást mobilhálózatokon működővé, bekerül a SMS hívást elutasítás, egy csomó olyan funkció, más készülékben már van, és hogy olyan nagyon innovatív viszont nincs benne. Nincs egyáltalán, és talán ez annak is köszönhető szerintem, hogy az iPhone 4S-sel elvesztették a vezetést. Tehát, hogy ha ott bemutatták volna ezt a telefont, akkor hát mondjuk akkor sem mondom azt, hogy ilyen hatalmas innovációt létrehoznak, de még mindig, tehát ott hátrányba kerültek. Azért nem vártak egy évet most se, mert egyszerűen muszáj volt bejelenteni, tehát már mindenki mondta. Nyilván ettől még ez egy nagyon jó, nagyon nagy üzleti siker lesz. Igen, de, és megint gondolom millió eladás. De ugyanaz van, mint ami a Galaxy S3-nál is volt, hogy a Galaxy S2 szinte kérdés nélkül a legjobb Android telefon volt a maga idejében. A Galaxy Igen. S3 nem. Mert a HTC One X meg az Optimus 4X is tök fasza. És igazából itt van ez az iPhone 5, ami szinte baromi jó cucc, de én már nem mondanám azt, hogy ez most így a market leader tudásban. Nem, de épp ezt vártam én is, hogy mikor akad meg egy kicsit. Kijött az ár, ez mondjuk szintén nyilván amerikai ár, ugyanaz az ár, mint amennyire eddig az iPhone 4-est adták, ez a szokásos Apple filozófia, hogy az új modell ára a régivel egyezik meg, és a régi árát meg csökkentik némiképp. Igen, Amerikában ez érdekes, két éves szerződéssel 400 dollárba és 80 ezer forinttól vihető el, nagyjából 80-90. Hát nem, mert nézd meg a régi iPhone 4 8 gigás verziója ingyen elvihető két éves szerződéssel az Egyesült Államokba. De hát ezen nincs mit csodálkozni. Ez nálunk nem így lesz. Egyébként érdekes, hogy lesz, meg hogy melyik szolgáltatónál lesz, valószínűleg a Voda meg a T-Mobile biztos, de én nem zárnám ki, hogy a postánál. Igen, postafon, vagy Blue Mobile. Postafon ezzel indít. Tss, iPhone 5. Az azért odasapná. Freebe. A postán. Vedd meg a postán. Igen, mert Tesco-ba. Bemész egy ilyen kis postán izé, Monosapátiba, egy ablakon. Na igen. Amerika-Kanada. Szeptember 21-én a legnagyobb piacokon indul. Abban mi nem vagyunk benne. Ez biztos, Amerika-Kanada, Nagy-Britannia. És 28-án megy a többi országban, nem sokkal, egy héttel később jelenik meg csak itthon. Azért az gyors. Most azért elmondanánk a olvasóinknak, hogy szeptember 22-23-án már nálunk is lesz egy. Reméljük. Ami azt jelenti, hogy a hivatalos az évpremiér előtt azért megpróbálunk. És decemberig 240 szolgáltató kínálatában 100 országban megjelenik. Ebben szerintem lesznek olyan szolgáltatók, ahol eddig nem volt. Na, mit támogat az iOS 6? iPhone 4S, iPhone 4, 3GS, az új iPad, iPad 2, és a negyedik generációs iPod Touch. Éjjel, akkor még föltehetem. Tökéletes. Tönött kijelzős iPod Touch-ot. Vagyis a 3GS támogatja, szeptember 19-től lesz iOS 6, úgyhogy addig tessenek majd, akkor lehet majd upgrade-elni. És most visszajött a team. Cook kapitány kukkant. Meglátjuk, hogy mit. Még egy One More Thing-et szerinted elsütnek? Vagy az lesz az majd Jobs-os volt, azt nem fogják most már. Vagy így lehetne, hogy felhúz egy garbot és így mondja, hogy One More Thing. Igen, I'm back. Kicsit Schwarzeneggeresen viszonyulnak. Na, azt mondja, hogy ez a legnagyobb dolog, ami eddig az iPhone-nal történt. Ezt inkább szó szerint kell értsük. Igen. Nem figurázzuk ki az MVM postát. Sőt, mi is azt várjuk, hogy lesz ott tőke, de ez most itt abszolút zárójelbe. De azért mondjuk ti is röhögnétek, hogyha ez lenne a nyitó akcióba. Hát az is egy iPhone 5.
És tudod, hogy így az értékesítési pontok a postahivatalok, és ahol mozgó posta van, ott mint a Family Foszt így jönnének egy, jön egy ilyen kocsi, és ilyen játszana egy zenét, és így iPhone 5, kétsi fűség, ingyen, vigyétek, és így osztogatja 4G hálózattal. Na, azt mondja, hogy... Mert úgy tűnik, hogy az A6 Quad-Core Pro-t is itt írják. Valaki azt mondja, de akkor miért nem mondták? Az A5X-nél tökre mondták, hogy ez egy dual-core. Igen, 4 grafikus chip volt benne az A5X-ben. Na, most jönnek az új iPod és iTunes bejelentések. Amit én hiányoltam. Én nem hiányoltam, de ha már itt vagyunk, akkor Eddie segítségével ezen túl tudunk ugrani. Még abszolút nem használok iPodot, tehát számoltok fel is. Én használok iPodot, én az iPhone-t. Nem használ az iPhone-t. Azért használ az iPodon. Hogy legyen. Hogy legyen iOS tapasztalatom, igen. Nekem, mint független mobilkommunikációs tesztelőnek kell, hogy legyen iOS tapasztalatom mindennapi. Ha pontosan, én is ezért gondolkoztam az iPhone-on, mert már nincs tapasztalatom. Jó. Na, az iTunes azt most Music Store-nak apostrofálják éppen, tehát nem azt a funkcionáját emelik ki, hogy össze lehet vele szinkronizálni a dolgokat. Hát, vagyis, hogy az első, tehát a legelső ilyen zene volt a világon. Hát örülök, ez engem itt Magyarországon a legkevésbé sem. Jó, egyébként érdekelhet, mert hogyha a meccs jön Magyarországról és állítólag jön, akkor viszont, hogy lehet, hogy már van. Ez nem is van, lenne, nem? Ennyire elindult, nem vagyok képben. Én úgy tudom, hogy elindult, persze kövezzetek meg, ha nem így van. De nem posta, hanem posta. Ja igen, hát elég sűrűn előfordul, hogy hosszúval írják. Hát jó, de én hosszúval viszont mondhatom. Hát hogyne. Mert a szőlőt is mondhatom szőlőnek. Szőlő. Attól még az, hogy írom, az indiferens. No, na, azt iTunes, mondja, hogy... iTunes 11 lesz, gondolom. 63 országban működik az iTunes Store. Ez nagyon hasznos. Igen, sokan szkeptikusak, hogy az iPhone-t azért nem szeretik, mert iTunes kell hozzá. Igazából igen. Most már annyi ilyen igen. Alkalmazás van, ami mind. Ez, hát ez akár zenefeltöltésre, vagy zenelejátszásra, videólejátszásra, amihez nem kell iTunes. Hát annyi nekem iPhone-om volt, én körülbelül... De rögtön onnan indul, hogy be kell aktiváljad. Már nem. Az iOS 5 óta bekapcsolod a telefont, wifi kell és ennyi. Nem kell hozzá iTunes. De hát akkor is valamilyen szinkronizálnod kell az utcaidat. iCloud-ból vissza a névjegyek. Zsolt! Nem kell már annyira az iTunes, tehát azért nem annyira röghöz kötött ez a történet, mint 2-3 évvel ezelőtt, amikor tényleg csak az volt, hogy zenét úgy tudsz felmásolni. De itt nem a zenéről van szó, hanem a fotóimról mondjuk. Bedugod a géphez, fölnyílik egy ablak, azonnal ott van. van ja, egy... oké, persze, Windows alatt. Ott látod külsőt. Ez is milyen. Windows alatt az AI eszközöket látod külső tárhelyként. Ezért adtam el a Mac-et, hát mire jó? Na jó, de basszus, azt is az Apple gyártja. Igen. És azon meg nem. Ez egy kicsit szépen. Ez retard. Na, jó, mindegy. Where is my query? New App Store Design. Integrált Facebookkal. Úgy látszik, hogy most a Facebookot így eléggé szeretik. Tehát igen, mint hogyha az Apple a Google helyett a Facebookot kezdené el favorizálni. Lehet, hogy márka van valami deal, amiről mi nem tudunk. Igen. De hogy most azt mondja, hogy az App Store-ba minden csofat szoftvernél van like, azért az kemény. Szerintem az kemény. Követni kell a trendet. A szeptember 19-én indul az iOS 6. Igen. Na, ez kemény. Facebook mindenhol. Szóval lehet, hogy itt azért egyébként lesz majd valami összeborulás. Vagy igen, hogyha nem véletlenül integrálják a Facebookot mindenhol, és nem a Google Plus-t. Igen, most az a kérdés, hogy mindenki azt akarja, vagy azt jövendőli, hogy a Facebooknak egyszer csak lecsitul a közkedveltsége. Viszont ezek alapján nem. Tehát, hogyha most lecsitul, akkor lesz vevő. Igen, biztos, hogy tehát most nem fognak kitalálni még egy ilyen, például a Google Plus, hogy hiába indították el, egyszerűen nem térnek át a userek. Mint szerintem körülbelül az embereknek az 5%-a, aki azért regisztrált, hogy megnézze, hogy igen. Nem térnek át, most elmehetünk nagyon más elemű Facebook témába, de szerintem inkább annak van jövője, hogy a Facebook azért egy nagyon-nagy olvasztó tégely, ott mindenki van. Sokkal érdekesebb az, hogy vannak ezek a tematikusabb közösségi oldalak, mondjuk a LinkedIn, ami tipikusan ugye a professionaleknek, de hogy lehet ugyanilyen az autógyűjtők, a telefonbuherátorok, a gasztró, akárkitodáknak, mindenkinek lehetne egy ilyenje, mert ott olyan emberekkel találkozol, akiknek hasznos az érdeklődése. És ettől még a Facebook nem fog megszűnni, de bizonyos funkciók, vagy bizonyos alkalmazások átterülhetnek ilyen tematikusabb irányba. Na, visszatérve ide a történetre, iCloud-ról. De van igazság, amit Bob mondott abban is. Ez
a iCloud, oké. Okay. Megváltozott a felület természetesen, és ennyi. Nem nagyon tudok hozzátenni ehhez a történethez, és igazából még mindig az érdekel, hogy lesz-e nanoszín. De szerintem ez az egy dolog nem derült még ki. Ja, ha nem, szerintem nem lesz. Tehát, hogyha eddig nem mondták, akkor nem lesz, aminek én írtozatosan örülnék. Tudom, és én is örülnék. De ha nanoszín van, most egyébként most nem menjünk bele, amíg nincs nanoszín, addig nem mondok csúnyákat az Apple-ről, mert ha nanoszín van, akkor tudok csúnyákat mondani. Ha nincs, akkor igazából... De még az a baj, hogyha nanoszín lenne, akkor egy év múlva már a Galaxy 4-ben is az lesz, az S4-ben is az lesz, vagy a nyavajában, mert a mikroszín is mindenki az. Nem. Tudod, hogy mi lesz? Ha nanoszín van, akkor egy év múlva lesz olyan cucc, amiben nanoszín van, amit a következő évbe kezdenek el fejleszteni mostantól, abban már nanoszín lesz, mikor kijön. Uh-huh. Lesz egy csomó mikroszínes, amit elkezdtek mostanában fejleszteni, de még nem tudták, hogy lesz nanoszín, és lesz még mindig egy rakás normál színes. És hagyjál már, hogy én a nanoszínből csinálok mikroszínet, és abból még a raptelem van. Igen. Ne. Ez elég nagy butaság lenne így széttördelni, tehát. És mivel nem is mondták, én továbbra is bízom benne, hogy nem lesz. Tehát ez a nanoszín, ezt elfogadták. De figyelj Zsolt, de tipikusan az van, itt azért baromira tipikusan az van egy Apple kínótnál, hogy amit nem mondanak, azt attól még az lehet. Igen. És pláne abban az esetben, hogyha az user-friendliség szempontjából nem túlságosan kellemes. Igen, általában egyébként az szokott lenni, hogy a kína az után 1-2 órával kérülnek a háttérinformációk is, amiket nem említettek, és ilyen specifikációk, teljes specifikációk kerülnek ki az internetre. Hivatalos forrásból megerősítve, tehát nagyon várom is. Majd nyilván ez dr. Kánynak kell elkerülni. Igen. Ő majd frissíti, ha ez tényleg kiderül. Mert tényleg azon kívül, hogy A6-os processzor, igazából semmit nem tudunk a belsőről. Nem, bizony. Jó. Szóval ennyit tudunk igazából a belső hardware-es komponensekről. Viszont amit eddig tudunk, az alapján ezt a cuccot ugyanúgy el fogják tudni adni, mint az iPhone eddig összes darabját. Sőt, igazából én szerintem azért fogják legjobban eladni, mert 4 hüvelykes lett a kijelző. És sokan ezt tökre megértem, én is erre vártam. Igen, tehát ez... 4 hüvelykes kijelző a legideálisabb élet. Hogyha most, tehát engem nem kell meggyőzni arról, hogy ez patent. Igen, talán egyébként az egyetlen egy, ami még jó volt, és most nem elfogultság, vagy ilyesmi, nekem tetszett az a One-esnek, a HTC One-esnek a vékonysága és az ugyanúgy megnyújtása, és ott még a 4,3 is egész elfogadhatóan átérhető, viszont tény, ami tény, hogy a 4 hüvelyk az a tényleg, amikor kézbe fogja az ember, és egy átlagos tenyérre, és hüvelykújja, tökéletesen eléred még a bal felső ikont is, mármint jobbkezeseknél. Igen, tehát, és még nőknél is. Igen, tehát emiatt fogja... De szerintem az a 4 inch, ez baró. Ez nem, ez ott lesz, és most már, hogy elfogadtad már, hogy megnyúlt az iPhone, de már... Hát én olyan rémámokkal jöttem így még egy pár nappal ide be, hogy... Bog meg is írta a bevezetőben a mai műsorban, hogy... De hogy érted, bejön egy csávó a mobilnál a cikkeket írni, van a kezében egy Sony Xperia tipó igen. És közben ilyen régült fejjel mesélhet, hogy azt elmondhatja, hogy az iPhone hosszabb lett. Igen, hát, egy komikusnak hangok, és most kb. 600 nevető fejet fogok itt látni, de tényleg, tehát én nem akartam, hogy az Apple az annyira... Doktor úr, beülsz? Hi. Na, itt van Kind. Kind, aki igen. Ugye a más jellegű munkát végez ezekben a pillanatokban, de ugyanazt a témát dolgozott. És már rettenesen unta magát ott egyedül szerintem. De Kind, a más forrásból dolgozol. Én más forrásból dolgozom, ez nem baj. És abban a forrásból mi is dolgozom. Ott mondtak valami érdekeset, amit mi nem mondtunk. Nem figyeltem, amit mondtatok. Mi az? De akkor azt kellett volna legyen az, hogyha amit mi mondunk. Az álmaidról nem beszéltek, azt beleírtam a cikkbe. Az a jó, hogy ha megnézzük a közvetítés képet, akkor a Kind egy ilyen kis... Szóval, hogy te egy ilyen kis... Igen, egy hobbit. No, igazából, tehát ami most zajlik, az minket kevés érdekel, ha jól érzem, ugye? Ebben egyetértünk. De... Na. Ezt mondanád az egészre, mi? Nem, egyébként a többi az egész érdekes volt eddig. Rávágnál arra az almára egy kalapot. Ja, mert sokat azért dobálom, szerintem ez zavaró. Főleg az a rész volt, hogy akkor két ilyen kis kocka gyerek végigjátszott ebben a 3-4 percet. Igen, Rio Racing, egyik visszapillantóban néz, tehát jó az, hát jól néz ki ilyen, most ennyi. Jó, most az iCloud iTunes összemörzsülésről zajlik egyébként a bemutató, ami nyilvánvalóan tartalmaz rengeteg érdekes információt, de mobilrendszeresként ez minket annyira nem ráz meg, hogy szabad így mondanom.
Ugyanakkor viszont folyamatosan nézzük, hogy mit írtok a fórumra. Igen, van az egy... hogy hívják? Humhark. Mondja azt, hogy... Ja, megvan, azt ismerem aztán. Honnan? Semmi, ő jött ide. Igen, nagyon jó. Tehát ő mondja a fórumban azt, hogy igazából mindent megkapott, amit várt. És azt is várta volna, hogy ezeket az elképzeléseket fölülmúlja az Apple. Igen, de nem érezted azt, mondjuk nem hallottad az előző okfejtésünket, nem érezted azt, hogy most nem az Apple diktál, hanem inkább követ? De, és ez abszolút így érződik egyébként kb. A 4-es bejelentése volt a szerint. Pont ezt mondtam, hogy a 4-est néveztették el. És egyébként azt is érzem, hogy én például vártam volna az NFC-t, és Zsolt kapásban mondta, hogy ez a hülye vagy nem lesz a NFC, és olyan igazán látom, hogy tényleg hülye voltam, és nem lett a NFC. Még az nem de biztos, de elvileg nem. Volna a NFC, nem? De lehet, hogy nincs meg a szabadalmuk hozzám, és mit tudom. Igen, nem akarnak itt játszadozni. És mit mondasz a nanoszímre? Nanoszímre, még neked se derült ki, ugye, hogy lesz a benne nanoszím? Itt valaki szerintem talán pont Humark írta újra olyan Tomátosz, hogy... tőle kaptuk a tabletet. Igen, tőle kaptuk a tabletet, hogy állítólag nanoszimolni a GSM arénás speciál alapján, nagyon szépen betöltődött ez a gépben. Meghal a GSM Arena is most. Igen. De jó, de én szerintem a GSM Arena... Blast írnak. Na jó, de a GSM Arena ez a specifikáció fönt volt hamarabb is. Tehát a bejelentés... Jó, de ezt... Tehát kb. Ezt én is össze tudom írni ezt a specifikációt. Ez egy bejelentés előtti ilyen előzetes volt, mert én ezt láttam már egy pár hete, hogy ez itt fönt van. És ami pletyka volt, az itt összegezték, vagy összesítették. De hogy most az sem volt, hogy megleptek volna. Igen. Tehát, hogy ami pletykába kiszivárgott, az így... Szóval nem tudták. Kiváltunk volna a Tim Cook helyet is így. Szevasztok, jöttünk Magyarországról, nem beszélünk angolul, de bejelentjük az iPhone-et. És el tudtuk volna mondani ugyanezt. Anélkül, hogy így egyeztetünk volna bárkivel. Nem, tehát itt sajnos már nem lehet titokba tartani. Tehát egy ekkora cégnél egyszerűen lehetetlen, hogy semmi ne derüljön. A Galaxy S3 az nagyon titokba volt. Igen, az elég, az elég jó. 4,8 incses kijelző volt. A borítékolható. Ezen kívül meg a 4 magas processzor. Tehát igen, se a design, sem. Van egy csomó minden, ami titokban volt. A Huawei D-Quad is titokban volt, mondjuk azért, mert arra senki nem volt kíváncsi. Igen, és egyébként, hogy ha meg kell mondjam, nagyon nagy titokban van az is, hogy mit fog vacsorázni. Most nincs kiszavárgás. Na, azt mondja, hogy... közben egyébként tájékozhatjuk az egybegyűlteket a képernyők előtt, hogy ez az event a nem direkt, hanem a... közben zajnak a dolgok, itt egy a... De most jön az új iPod. Hopp! Hol? Mi az? Semmi. Most jön az új iPod. Tehát a szerkesztőségben már egyébként nem csak Kind van itt, meg bocsát láttátok, meg Feki is megérkezett, úgyhogy elég masszívan összegyűltünk. Olivent, mindig itt. Ténykedik. Így van. No, iPod bejelentés érkezik, fel van vezetve, hogy... Hát Kájn, ha már ott van előtted nyitva, akkor most látom, hogy Facebookozol. Hát igen, most... Ne vicceljél, az iOS 6-ban mindent meg tudsz majd sharelni Facebookon. Ugye lájkodom a képedet, jó? Ez nem rossz. De hogy most jön a... Igen, itt van 350 millió iPodot értékesítettek eddig. Ami nem egy rossz összegszerűség alapvetően. És most látszik ez a három készülék, ugye a Nano, milyen, hogy hívják ezeket? Shuffle, a Nano és a Touch. Igen. Na, és még mindig egy ilyen... Abszolút pozitív, hogy nem lesz benne NFC, ha? Írja itt Entry. Ez érdekes vélemény, de mondjuk mi nekünk magyaroknak még tarva se égető szemben. Ez engedjében nem is érdekel, hogy miért pozitív, hogy nem lesz benne NFC. De tök kíváncsi vagyok szakmai jelleggel az indokra, hogy miért jó, hogyha nincs egy cuccban NFC, úgyhogy ha igen, entry-től tudsz rá válaszolni, akkor engem ez nagyon izgatana. Na, nem, azt mondja, hogy a nanóval kezdik a dolgot, eddig 6 generáció volt, és most pedig nagy kijelzővel és kicsi, mégis nagyszerűen kezelhető eszközzel szeretnének újítani a 7. generációba. És nézd már, itt az új Nano, és igen, egyébként tökre egyetértek, és ugyanazt gondoltam, mint amit a The Verge közvetítésében az editorok írnak, hogy ez bazira olyan, mint egy lekicsinyített telefon. Egy gyufás katúja méretű mini telefon. Ez nagyon cuki. Ez kiút. Igen. Ez kiút. Hát ez tök jó.
jobban tetszik, mint az 3-5. Komolyan, ez nagyon édes az a cucc. 5,4 mm. Ez fél centi. Az már frankó. Kicsi. Tiny, ahogy ők fogalmaztak. Nagyon király. És van fizikai gombok oldalt. Szóval ez... Ez összerakadt dolog. Tehát... De ez édes, hát ez mennyire aranyosan néz ki. Tehát ebből legalább sikerült ilyen... Két és fél incses kijelző. Nem kicsi. Hát nem is nagy. Hát jó, de... Nem, nem. Ahhoz az, aki egyébként a felmondása mondjuk érdekelne. És ez a nano vagy a melyik? Ez a nano, igen. Hát ahhoz képest, hogy a nano eddig mekkora volt. Hát nézd meg a képet, majd lejjebb. Jó, de és előtte nézd mekkora ekkora volt a nano. Hát akkor most miért lett nano ez is? Hát mert ez egy nagyobb nano. Ja, értem. Multitouch, hát persze az home. Home button is van rajta? Persze, ott van középen. Ja, ugyanaz, mint az iPhone, csak kicsiben. Tehát... De nézd meg, rajta van a Nike Fitness cucc, azt szerintem izé, oké. Okay. Ez van annól is rajta volt eddig is. Tudom, de hogy akkor biztos izé változtattuk rajta. Viszont az ikonok másképpen néznek ki, mint az iOS-en, tehát ilyen kis körkörös ikonok. Na, de ez tündéri és nézd, több színben is van. Na, tehát összefoglaljuk, az iPhone Nano egy picike telefonnak kinéző, multitouch 2,5 inches kijelzővel rendelkező, több színben is elérhető, aprócska, fél centi, vékony vagy vastag nézőpont kérdése. Ez egy lejátszó, ami nagyon cute-ul néz ki, tehát hogy egy ilyen, ez egy divacusz lesz meg én. Tehát ez úgy, ahogy van ilyen, ez biztos, ez jól le van találva. És van benne FM rádió. Komolyan. Igen. És ezt miért nem tudja berakni abba az iPhone-ba? Nem tudom. Hát én ezt nem hiszem, mert komolyan mondom, én most szoktam rá itt Pesten az FM rádióra, vagy az FM rádió, a rádióra. És mert itt van adás, mi? Vidéken meg nincs mi. Például lehet a gazdasági rádiót fogni, csak jelzem. Holnap 4-8-kor benne leszek a gazdasági rádió élő reggeli műsorában, ahol erről kell beszéljek, amiről most is, csak valószínűleg nem másfél órában, hanem mondjuk 3 percben. Mm-hmm. Össze kell majd foglalni, mi történt. Hát, nem lesz egyébként túl nehéz, azért hozzáteszem. És szerintem a nézők, olvasók... Ugyanaz, amit már elmondtuk egy csomószor a szenzorban, meg már beszéltünk róla itt, ott, na pont az lett. Ja, kösz, hello. Így van. Na, Bluetooth is van a nanóban, amit egy hát, amerikai módra automata váltós kocsi mellett mutatják meg. És ezen is már a Lightning konnektor van, azaz a vékony csatlakozó beköltözött az iPodba is. Jó, viszont arról nem szólt a fám, hogy ehhez jár-e átalakító, de szerintem az átalakító tuti tükülön veszed meg, ez tuti. És nem tudom, mi lesz egyébként, csak bocs, az átalakítóra visszatérve, most mondjuk a JBL, aki mondjuk gyárt ugye i cuccokhoz mindenféle hang kiegészítőket, eddig ugye iPhone, azt a 30 pin-es konnektorhoz tervezték. Most ugye gyártsák mondjuk a következő szériát, akkor basszus nekik, vagy ők adják az adaptert hozzá, vagy gyártanak olyat is, hogy van itt egy 30 pin-es, meg van egy Lightning is. Hát és amilyen cuccot van, arra teszel. Hát nem. Igen, most nekik fel van adva a lecke. Na, iPod Touch következik. Két magas processzor várható, ugye? Mindig csak egy magas volt. Tiéd is? Ennek a fogalmam nincsen, tök smooth. iOS világa, hát lehet. Nem az iOS világa, hanem zárt rendszer világa. Na, 175 ezer játék és különféle. Jó, ebben semmi meglepő nincsen, az iPhone mellett is ugyanezeket el lehet mondani. És most kiderül, hogy milyen lesz az új. De szerintem hosszúgásabb. Mit tippelsz? Vékonyabb, hosszabb. Erősebb, tovább írja az aksi. Igen. És szebb. Konzolszintű grafikai teljesítmény, én azt várom. Na, tessék. Ez az. 6,1 mm vastag, 5. generációs. Hosszabb, megnövelt, kijelző méret 16:9. Ugyanolyan vékony majdnem, mint a Nano, csak ez ugye az egy iPod Touch. És jó, nagyon könnyű, nagyon vékony, ez a lendüljünk túl. Jöhetnek a száraz technikai adatok. Igazából nem meglepő, hogy az iPod az igaz. Mindig is egy butított iPhone volt. Ugyanazzal a igen, hát, hasonló kijelzővel, hasonló hardware-rel. 88 gram. Ennyi tudunk. Minket eléggé. És alumíniumból van. Ja, amit, hát, amitől még valószínűleg úgy összetört volna, mint a jelenlegi 4. generációs iPodom. De legalább, viszont szerinted úgy, hogy fog karcolni, mint az iPod, mostani iPod Touch-ok hátulja, azt vágod, hogy annak igen, az a fém. Az olyan, mint a más, vagy az első generációs iPod Touch-os. Igen, kétszer letetted bárhová is, K.O. Tehát, hogy az igen.
Jó, ugyanaz a kijelző, mint az iPhone 5-é. Úgy, hogy iMessage-re képes, tehát... És valószínűleg iOS 6 lesz rajta természetesen, szóval itt nincsen semmi meglepő, már olyan szempontból nincs, hogyha látod az iPhone 5-öt, el tudod képzelni az iPod Touch. Igen, vékonyabb kiadásban is nem lehet vele telefonálni, ennyi. Így van, és hogyha előbb ezt mutatták volna be, akkor meg el tudod volna képzelni az iPhone 5-öt, szóval, hogy ezeket egymás mellett is be lehetett volna mutatni, hogy itt van ez, és itt van a telefon nélküli verzió, ami vékonyabb csak. Igen, az a baj, hogy mondták is az egyik, most nem tudom már pontosan, hogy hol, de igen, Dany 007, vagy Dani 00 Dany, bocs. Dany? Igen, kicsit már el vagyok, tehát Dany 007 mondta, hogy a 4 meg a 4-es túl magasra tette a mércét, és igazából már valami érdekes. Hát igen, állított csipet kap. Na. Igen, mondtam, két magas állítós processzor. Állítós processzorra upgrade-eltek. Igen, várható volt. Nem mindegy, szóval annyira magasra tette a mércét az eddigi Apple, hogy az Apple telefonon. Látod, itt ki van írva, hogy dual core processzor, csak jelzem az A5-nél. Na igen, akkor az A6-nál nem volt kiírva se az, hogy dual core, se az, hogy quad core. Na igen, és miért? Na miért? Azért, mert lehet, hogy három magos. Vagy öt. iPhone 5 mag. Hát, csak az Isten. Lehet, hogy visszálltak egy magasra. Igen, valami új technológia. Na mindegy, szóval túl magasra tették a mércét, és ez igazából nem tudunk már ezeknek se annyira örülni, mint örültünk. Ja, hogy igen, hogy nekünk most egy baromi boldognak kéne lennünk? Nem azt mondom, tapsolja, nem úgy szeretném. Jaj, ezt hadd osszam meg mindenkivel. Életem első sajtótájékoztatója, ahol tapsolás hallottam, az a Sony tavaly előtti Barcelona bejelentés, ahol az Xperia Mini Pro-t jelentették be, és amikor megmutatták, hogy ilyen kis telefonnak is van pertie, tapsoltak az újságírók a sajtótájékoztatón. Meg ott ültem, és így nem értettem. És mit tapsolsz? Azért jöttél el, hogy írjál róla. És hogy ez így nem egy sport teljesítmény, ez egy cég, aki profiton jelentett, és nyilván olyan terméket igyekszik kidobni a piacra, amiből neki majd lesz pénze. Nem megtapsolni kell, ez egy érthető lépés. Igen, és most sem fogunk tapsolni. Hát most nyilván nem fogunk tapsolni, de hát most nem is vagyunk sajtótájékoztatón. Nem, mert vacsoráznál. Na jó, mindegy. Azt mondja, hogy miről maradtunk le, semmiről? Ja, egy nagyszerű játékot mutatnak be az iPod Touch-on, ez szintén kevésbé izgat fel. Igen, itt már... Egyébként, szóval én nem tudom, ezt egyébként átvették sokan, ezt a fajta termékbejelentést, hogy van a termék, és olyan alkalmazást mutatnak, ami exkluzívan erre a termékre készült, a bemutatóhoz. És akkor elvisz 10 percet az életedből, soha nem fogod valószínűleg letölteni, és itt megint van egy fickó, aki játszik vele, és senkit nem érdekel. Ha én tényleg ugye a pressnek dolgozunk elvileg, engem az érdekel, micsoda ez, mit tud, mik az extrái. Kész. Ez érdekel, amit itt mondott nekünk kezdő kolléga, hogy... Igen, hogy nem lesz több karc a hátnapon. Igen, hogy ez olyan alumínium kivitelezés, ami karcáló. De jó, és hány generációt kellett megélni ehhez, hogy... Jó, igen, okay. Igen, nyilván, meg hát ez is egy olyan kérdés, hogy ez csak fog karcolódni, tehát... Jó, hát azt meglátjuk, mert hogyha ő összeraknak egy olyan valamit, ami alumíniumnak néz ki, és nem karcolódik, egyébként a MacBook-unk se karcolódik, ha már itt tartunk, akkor azért az frankó. Uh-huh. Tehát ilyen apró innovációk azért ezeket jó így megtapasztalni. Nem, arra vagyok rettenesen kíváncsi, és megint, tehát tényleg nem tudom másképp építeni fel nyilván egy ilyet, de hogy tényleg az a hátlap fölötti és alatti rész, akkor a középső rész fölött. Téged ez érdekel, szerintem lesz egy komplet üveglap lesz, amivel le van fedve az egész. Hát nem, ugye a hátlap. Aha. És azért alumínium, hogy ne legyen a üveglap. Hát ezt kritizálták az iPhone 4-esben, hogy az ott üveg és nagyon sérülékeny, hogy elrakod. És azért lett alumínium, akkor semmi értelme, csak alumínium és fölötte még egy üveg, nem? Akkor két alumínium között egy üveg, és ezt nevezzük üvegszendvicsnek. Üvegszendvicsnek. Meglátjuk egyébként. A villám után üvegszendvics, tehát üvegszendvics hátlap. Meglátjuk, amikor majd tényleg most már bő egy hét és a kezünkben van zsomat. Fog aludni. Na, jó, azt mondja, hogy vége annak a demónak, amit ez a... Az új iPadről info, bocsánat, hogy beleszólok, Yodafone. Milyen új iPad? Az új iPad-et nem most jelentik be, hanem később. De gondolom az új iPodról akartál írni, nem? Tehát valami... Vagy elütés, vagy nem tudom, az új iPad-ról majd fel... iPad-ról, vagy ről? Az iPodról most... Nem, iPad-ról, tehát akkor valószínűleg az iPodról. Mindegy. Lenni. Na, 40 órás zenelejátszási időre képes az új iPod Touch, ami ugye increased. Egyébként én a régiből is meg vagyok elégedve, tehát ugye nekem a 4. generációs iPod Touch-om van,
tök sokáig bírja egy töltéssel, úgy, hogy fixen van kapcsolva rajta a wifi. És... mondjuk ez az Apple-ben annyiból jó... annyiból majd... jó, hogyha nem cseszegeted a cuccot, akkor a standby módban hetekig el van. Én a wifi bekapcsolásával, és mondjuk én azt szeretem, megint egy szubjektív vélemény, hogy számos telefonnál azon, hogy ha standby módban van, és mellettem én lerakom két óráig, vagy mellém lerakom két óráig, akkor mondjuk utána hirtelen akarnék böngészni, akkor újra kell, hogy csatlakozzon a wifihez, amit mondjuk az iPhone-nál nem sikerült még észrevételeznem. Tehát valahogy mégis a hálózaton van, miközben nem meríti az akkumulátort. Tehát valahogy jó. Ezt most lelőjük, ezt a gondolatmenetet, mert beszeretném jelenteni mindenkinek, hogy az új iPod Touch-ban van 5 megapixeles kamera. Jó, autofókusszal, LED vakúval. Igen, eyesight kamera lesz. A szokásos dolgokkal, csak alacsonyabb felbontással. Látunk egy pár szempülű képet, ami a projektoron nyilvánvalóan jól néz ki. Ez mondjuk azért ijesztő. Tehát nem tudom, ki látja ugyanazt a közvetítést, amit mi, de a középső képen levő emberek egy kicsit azért scary. Igen, mondjuk ezt jól megválogatták itt nem is tudom. És hát ugye ekkorában, tehát hogy nézve mekkora mellette ez a fickó, hogy így akkora, mint ennek a csajnak mondjuk így az orra. Tehát ekkorában kivetíteni azért az tényleg scary. Jó, és szintén van panoráma mód, éjjau, a szokásos dolgok. Hát amit már láttunk a... Milyen igazad van? Egészségedre. Köszönöm szépen. Írjátok be, mindenki írom egy egészségedre. Amit már láttunk az iPhone-ban, azt visszaköszön most az iPod 5. generációja, az iPod Touch. De most ez megosztás, meg ilyesmi, tehát így döntött módban látjuk a képet, és mellette pedig a fotó folyamat, vagy hát az valami ilyesmi akar lenni? Még valami fotó. Ja, tehát bal oldalt látjuk kis méretekben egy 10 képet, jobb oldalt pedig nagyobban azt, amit éppen látni. Hogy kell frissíteni egy Explorer-be? Ja. Ugyanúgy, hogy a Chrome-ban. Azt mondja, hogy... Jó, na. Haladjunk tovább. Mi az iPhone 4, ez tényleg nagy durranás volt a 3G-es után. Az iPhone 4 az baromi nagy durranás volt. Igen, az évekig nem tudták megközelíteni. Az, amikor azt én megláttam, hogy... iPod Touch Loop. Az mi? Loopers lesz ilyen film. Na várj. Van valami újdonság. Erre Bobby is rákattam, lehet érezni, hogy feszült. Rá kell nézzük, hogy ez micsoda, mert nem igazán értem. Igen, most ez egy olyan, amit viszont nem mondott előre senki, hogy lesz, hogy nem szivárgott. Most ez komoly? Mondja csak, mert minden ez olvastam. Semmi, ez nyakba akasztónak hely van az iPod Touch-on, és egy karperecsel a csuklóra tudod tenni. És ez egy feature. Nincs benne elektronika, tehát hogy ez egy karperec. Innovációt vártál, tessék. Tudom, én azt gondoltam, hogy ha az Apple bemutat egy karpercet, akkor az úgy lesz, hogy rajta lóg így a kezeden, és hogyha nem tudom, így csinálsz, akkor fotóz, vagy... Vagy nem tud elejteni. Világítson, valami. Nem tud elejteni. Hát, jó, ezen is van előnapi kamera 720p-s felbontással, ebben is van Wi-Fi 4.0-as Bluetooth. És mondjuk eddig nem volt szó róla, hogy 4.0-as lesz az én. Biztos 4.0-as lesz. Egyértelmű, csak hogy nem és, volt szó. És az új iPod Touch is képes az AirPlay Mirroring módra, ami azt jelenti, hogy Apple TV használatával a kijelző tükrözése egy bármilyen nagyképernyős televízió készüléken megoldható. És a Real Racing íme 2 talán, ami fut megint. De az tök jó egyébként, ez én nagyon szeretem, kipróbáltam volna, hogyha lett volna már az Apple TV tesztelésekor 5. generációs iPod Touch-om, de hát nem volt. Viszont most megmondjam mindjárt, hogy mennyibe kerül, és akkor megnézem, hogy veszünk-e. Igen. Jó, és van Siri az iPod Touch-on. Igen, ami a 4... Erre aztán nagy szükség volt. Igen, az iPhone 4-ből ez kimaradt, ki is fog maradni, a 4-es azt tudja. És az 4. generációs iPod Touch-ból is kimaradt, úgyhogy az 5. generációs van. És az iPad 2-ből is kimaradt, ugye, ha jól tudom, tehát csak az új iPad tudja a Siri-t, ami sok számára meglepő volt, mert kvázi minden lenne az. Jó, és több színben lesz kapható az iPod Touch, és igen. Ami eddig széleg nem volt. És piros lesz, kék lesz. Mert mindjárt meglátjuk, hogy milyen színűek lesznek, de... Na, szeretek tippelni. De ez egy mobil arénás zöldet, azért úgy... Azt elfogadom, nem? Igen, az így szóval. Hozzá. Így elkezd a zenét valamadni. Jó, azt mondja, hogy... Én továbbra is azon vagyok kiakadva, hogy... Úristen, és mindegyik ez ugyanolyan színű karperecet lehet vásárolni. Yeah! És ezt ki kellett emelni. Igen, tehát hogy az... Nem tudom, tehát néha
fontos dolgokról nem esik szó. Igen. Hány magas a processzor. Nem, de arról, hogy több színű karperecet tudsz hozzá venni, ugyanolyan színű karperecet. Itt van az öt piros, szín. Sárga, mi ez, türkisz, kék, fekete-fehér. Nincs zöld. Nincs zöld. Hát ez a zöldes. Hát ezt azért nagyon nehéz úgy látni. Kontrasztot kéne váltani, hogy valami. Na mindegy, szóval, hogy lesz-e még? Mert ugye a Shuffle-t nem frissítették eddig, vagy legalábbis itt vannak a karperecek hozzá. Beszarok. Akkor az kék, nem is türkisz kék, az ott kék már, nem? Itt már lent már kék, fönn meg még türkisz. Igen. Ez meg kicsit inkább zöld, mint sárga. Az. Igen. Ez inkább zöld, ja, mint igen, sárga. Ilyen libafors zöld, vagy hogy szokás ezt mondani. Na bocsánat, de ez az, nem? Ez nem szép. Hát... pasztel. Jó, egyébként nincs fel egyébként komoly van. Ez még barackpirág rózsaszín, igaz, hogyha már itt tart. Na, füles. Na, új fülesünk van. Az eddigi az ugye megszokott ilyen fülbe dugó, hát sima dugós volt, nem ilyen agyba dugós, hanem ez sima. Is. De ez még nem az új, nem? Ez még a régi. Remélem, hogy nem állok át agyba dugósra. Igen, szóval kolorozó, ezért füles. Ja. Itt van. Na szóval ilyen volt eddig. Ja igen, ez van a képen. Igen. Hogy elején kérdezettek, hogy milyen füles van a fülünkben, hát Apple füles. És most meglátjuk, hogy változni fog-e ez. És egy 3 éves dizájnt fognak úgy tűnik leváltani, aminek az lesz a neve, hogy EarPod. Azt szerintem nem próbálom lefordítani. Nem. 3 évig dizájnolták ezt az újat. Ja, tehát, hogy így van egy ekkora cucc, és 3 évig dizájnolod. Ami mondjuk olyan szempontból érthető, hogy valószínűleg ugye a hangutak, meg igen, mit tudom, akusztikai szempontból. Itt az új, amit hátulról mutatnak? Vagy ez még mindig a régi? Na mindegy, meg ez is fog tartozni. Amit én mondjuk nagyon szeretek, hogy hangerőállító, illetve felvevő gomb is. Jó, hát az nyilván. Mondjuk, nem akarok belemenni, de annyi füles lehet kapni, és ugye most az na be, hogyha az lenne, hogy ez az új Lightning konnektoron csatlakozik, és nem jack-kel. Na azt mondjuk... Ne sírnád. De aztán azt nem merik meglépni. De most ugyanaz... De most lesz szó lesz arról, hogy átkerül a jack? Lentről vagy föntre? Igen. De azonnal ki lesznek a képek a neten, és majd megnézzük. Igen, azt már sajnos élőben nem hallhatjátok tőlünk, hogy... Jó, azt mondta a vezető formatőről az Apple-nél, hogy füles csinálni úgy, hogy az minden embernek megfelelő legyen, olyan, mint hogyha úristen, ez úgy néz ki, mint egy ilyen ipari hajszállító. Igen, akkor csak úgy lett, tehát ez is, ami kiszivárgott, akkor benne lett, ez egy picit ilyen, nem is tudom, ilyen ufós vagy ilyen. Hát jó, de igazából most engem az érdekel, hogy tényleg milyen lesz a fülbe. Igen, te jobbra és balra is megmutatták, hogy... És baromira ugyanúgy néz ki, csak más rajta akarok. Igen, van egy L betű, meg egy R betű, ami hihetetlen, a left és right, jobb és bal. Igen. És akkor itt van a kérdés, hogy ez in-ear füles-e. Most mindenféle grafikonokat látunk, amiből egy kukot nem értek így kép alapján. Mert lehet, hogy azt próbálja megmondani, hogy most mennyire szűri ki a külső zajokat. Igen, egyébként ez egyébként egy fontos dolog volt. Igen, hogy most ha a füles, ugye az agyba dugósat én nem preferálom, szerintem te se. Volt már olyan agyba dugós füles a fülemben, ami nagyon jó volt. Jó, annyiból biztos, hogy jobb, és ezt statisztikailag ki is mutatták, hogy ezek a sima fülesek rengeteg zajt beengednek, ezért hangosabban hallgatod, fülkárosítóban. Igen, viszont hallod azt, hogy mi történik körülötted, hogy a forgalomban nem egy rossz dolog. Ugyanakkor viszont az agyba dugós fülesnek baromi jó előnye, hogy mondjuk beteszed repülőn, és kizárja a külső zajokat. Igen, pont ez. Ráadásul hallgathatod azt, amit akarsz, és arra lehet mondjuk aludni. És sokkal halkabban, ami... Jó, hát ez egy ilyen... Ez egy ilyen... Újdonság. Furcsa alakú dolog. Hát ért még viszont... Ki fogjuk próbálni. Igen. Nem lesz ebbe nyilva. Egy hét. És az mától kapható. Mint különálló... Nyitva van még valami? Accessori. Ja, hogy ez egy még... Tudod, így kimegyünk itt a közeli plázába. Igen, kérjük egy ilyet. Hát, átvágok. Egy belugár a CBA-ba, nem lehet tudni, hogy mit hoz ki a film. Valami, igen. Valahol hirtelen behúzzuk. Jó, azt mondja, hogy az iPhone 5-höz is ilyen lesz. És ja. Hova kerül? Hát én már nem jelentem. Mi? Az iPhone 5? A szerkesztőségben. Igen, meg hozzám. Jó. Most itt akkor mutogatnak termékeket ezzel az új fülessel, éjjel. Most például, mikor lesz ez több színbe? Mi legyen csak fehér legyen zöld.
Mert ha már az iPod-tás lehet zöld. Igen, egyébként ez mondjuk tipikusan olyan volt, hogy ez a fehér fülhallgató, és amikor behozták, és valaki ilyennel hallgatott zenét, az rögtön lehetett tudni, hogy ez Apple. Most már nem. Kellene. Most már nem, ugye, mert hát mindenki átvette a fehér trendet. Nem csak az Apple-től, hanem úgy átlagosan, tehát minden telefon fehér vagy feketében kapható főleg, és ez lehet is méltatni azt az ötletet, amikor valami több színű egy kicsikét, mert valakinek erre szüksége van. 300 dodó a 32 GB-os új iPod Touch. Azt hittem a füles. Nem, maga a cucc. 300 dolcsi. Ez az 70 ezer forint, vagy nem tudom most mennyi a dollár, 220 körül van. Az nem drága. 66 ezer forint, és az 32 gigája. Igen. Sokan szokták mondani, hogy vesznek egy telefont, és utána mellé egy ilyet, ami... Jó. A Shuffle nem változott, most kiderült. A Nano az 150 dolcsiról indul, a Touch az pedig, ez még a régi Touch, az, annak lement az ára, és az új Touch az pedig 300, illetve 400 dolcsi, függően, hogy mekkora memória van benne. És piralban is lesz a iPod? Úgy néz ki. De azt láttuk a képen, igen. Ja, de van kolor. Még egy szín, a piros, ami az... Nőknek fog. A fenét, az étel elleni küzdelem Afrikában van az ellen van piros. Dedikálva. Aha. Na, Tim visszajött. És akkor most, hát ha mond még valami izgalmasat, mondjuk egy nanoszín. Több mint 2000-en néznek. Ezt köszönjük. De mit? Ezt az adást, amikor már csak az iPodokról van szó, az nem is tudom, hogy kit érdekel. Minket mondjuk alapvetően kell érdekeljen, mert beszélnék róla. No, azt mondja, hogy és akkor most... És akkor most lejátszanak a reklámot. Én még vártam valamit, valami nagy durranást, egy nagy tortát, egy speciális akármit hozzanak. Legyen beleszerelve bugyibicska a telefonba, de valami olyat, amitől így azt mondom, hogy na, ilyen még nem volt. Mert amiket én most láttam, azokra mindazt tudom mondani, hogy jó, hogy lett, de volt már. Igen, és arra viszont kíváncsi vagyok, hogy akkor mi az, amit vártál volna pluszban? Van-e ötleted? Hogy mit vártam volna pluszban? Igen, mi az a plusz? Egy mikroSD bűvíthetőséget. Nem tudom. De hát nem is az én dolgom, én nekem csak meg kell lepődnöm, nekem ez a feladat. Na nyilván, csak hogy kíváncsi lennék, mert tényleg... Nem, de most például mi a felmondása a kijelzőnek? 1136-szor... Vagy 640. 640. Ez sem izé világbajnok már. Nem, hát a 1280 1280-720 még nem 4 incsen, de 4-3. Most már egy-két kínai gyártója lehet a full HD. Jó, az... Oké, azért én is el tudok állni, mert leskiccelem és ott van, elő vagyok állva vele. És akkor most gyorsan összefoglalja, hogy mit mutattak be ez a mai napon. Nyilvánvalóan itt most el fogom mondani gyorsan mindent, remélem, hogy rövid lesz, és utána még létszik, még valami legyen, amitől így úgy vegyek haza, hogy így az ez érdemes volt négy monitort kirakni. Igen, ezért itt érdemes volt két órán keresztül szájat tépni, fekit látni, mert pláne beállózom a mestével. Nanoszínről még nem tudunk semmit. De lehet, hogy van ettől függetlenül, csak annyira szégyellik, hogy nem mondják. Tehát igen. Bármi előfordulhat, az biztos, hogy egyelőre nem tudjuk, hogy hány magas a processzor, nem tudjuk, hogy milyen a SIM. Mennyi a RAM? A RAM az valószínűleg 1 GB. Nem üsd be? És a többit meg ugyanaz, mint ami be volt harangozva. Úgyhogy még egyébként lehet, hogy a izét nem lenyomják a more SIM-be, hogy a home gomb esetleg újra nyomat érzékelő. Mint hogy láttunk egy ilyen teasert. De hát... Lehetetlenül, tehát felesleges, de... Jó. És hát nyilván most azt mondja a team, hogy ezek a fejlesztések, ez a 200 új fejlesztés, ami bekerült az új készülékekbe, ezzel megint átvették a vezetést jóval a versenytársakkal szemben. Nem tudom, még most kell kezdeni. Véletlen. Jó, hogy se akartam, hogy ezt kommentálni. Sose értem, hogy miért pont ilyenkor. Nem, tehát ez két évvel ezelőtt, amikor megmondták. Nem akarom lefikkantani, tehát ez egy frankó cucc. Tehát ezzel nekem nincsen gondom. Igen, csak két évvel ezelőtt megállták a... Túl nagy ugrottak az iPhone 4-jel. Igen, mondjuk baromira siker volt, és persze kellett is ekkorát ugrani, csak nem lehet mindig ekkorát ugrani. És nem azért, mert ők a bénák, hanem azért, mert a többiek is beugrálnak ekkorákat szép lassan, vagy legalábbis ők normálisabb lépésekkel, de csak eljutnak idáig, és ezek szerint nincs hova fejlődni, most úgy látszik technológiailag.
Igen, igen. Mit akarunk még komolyan? Egyre az akkumulátor, amiről mindig szó esik. Hogy hát meg a Pure View. Ez a másik jó. Olyan dolog, de igen, az akkumulátor lehetett volna még egy az kicsit fejleszteni. Igen, de ezek után én speciál iszonyatosan kíváncsi vagyok, tehát hogy mi lesz egy Galaxy S4-ben, mi lesz egy iPhone mondjuk 5S-ben, mert abban is most hova, mit gyorsítanak ehhez? Tehát 4 mag, mondjuk 4 magos grafikus chip hova? Tehát 8 mag lesz, vagy még gyorsan? Jó, de hát a 2 magnál is azt mondjuk, most lesz 4 mag, aztán lehet. Tehát na, ezek azért lesznek, okay, de és mindjárt meg lesz magyarázom mindig, hogy miért kell. De a 4 magnál van egy lét, számítógépeknél is. Sok már a 4 magos, de 8 magosból, meg 6 magosból azért nagyon kevés van még mindenhol. Jó, meglátjuk Zsolt. Jó, nyilván. Nem vagyok annyira szkeptikus. Most már koncertet látunk, hogy nem tudom ez miért. Ez hallod, ez olyan, mint a Fábri Sónak, és a végén koncert volt mindig. Csak azon röhögtünk. Ezen is kívánok van. Bár mondjuk azt, hogy kezdeteiben, mert most már szegény Sándor nincs abban az interakciós magasságban, mint ahogy annak idején megszoktuk tőle, de most igen, most egy koncertet látunk. Igen, nézzük egy kicsikét a fórumozókat, hogy mit mondanak. Igen, nyúzatok nézünk ki, mert 1 óra 43 perce próbálunk viccesen okosak lenni, amiből szerintem kvázi egyik sem sikerült teljes körülön, tehát néha nem vagyunk okosak, néha nem vagyunk viccesek, és együtt a kette sosem vagyunk, ami hát mi azért küzdünk ez ellen, de ez meglehetősen egy fáradtsága jár, plusz egyébként is elég sok dolgunk van mostanában, de ez mondjuk ez abszolút hát csak a mi dolgunk. Itt hát itt vagyunk reggel óta, persze a munkanapon hát dolgozni kell. Úgyhogy azért nézzünk ki nyúzottnak, és most igazából nézzük egy koncertfelvétel képeit, amit az Apple Keynote-on és háttérben a magyar logó. Félig beleharapott, mint már. Igen, nem? Nekünk is van Apple logó, itt van. Na igen, úgyhogy szerintem jönni fog egy új irány, mint kamera megapixelnél. Az LG nekem az Optimus G vagy G vagy akár. És hát abban sem lesz semmi extra. Hát 13 megapixeles kamera. A Sony Xperia T-ben is 13 megapixeles kamera. Na igen, csak hogy ez már mondjuk alapvetően bizonyítja, hogy lehet, hogy nagyobb megapixel felé megyünk, de hát... De nem, tehát én azt gondolom, hogy tényleg kell lennie valami másnak, amire rá lehet fókuszálni. Most már a csúcskészülékek felhasználói élménye folyamatos és user-friendly és gördülékeny és jól is néz ki, és meg lehet tanulni, és nem tévedsz el a menőbe, töttörö. A adatsebesség már frankon az LTE-vel a plafonát, annál több nem kell telefonba, már a HPA Plus is bőven elég egyébként. Kamerából most vagy csinálsz egy Pure View-t, ami baromi sok fejlesztés, és csak a Nokia fókuszált eddig rá, vagy hagyod ott, ahol van. Mit akarunk még? Nem, átmegyünk appok irányába szerintem, egyre faszább appok lesznek. Igen, csak nem tudom. Egyszerűen nincs elképzelésem, nyilván azért nem az Apple-nél, vagy a Samsung-nál, vagy az LG-nél nyavaja tudja, hol ülök, meg ülünk, mert tehát tényleg nem tudnék olyat mondani. Figyelj, lefoglaltuk a szállás Barcelonába, majd az MVC-n meglátjuk, hogy merre feladnak. De hajlisztó kijelző az, még ott van a pakliba, meg a projektoros izé, akármicsoda. Igen, nekem egyébként, amikor a Galaxy Beam a kezemben volt mondjuk, az iszonyatosan tetszett. Tehát jó, kevés volt a fényerő, a lumen, de ehhez képest én baromira élveztem azt, hogy ott van a kezemben egy projektor, és én meg akarok nézni egy filmet, akkor ki tudom vetíteni, és elszakadok a 3,5-4, mert tudom én 5,5 hüvelyktől, vagy akár a 10 coltól, mint egy táblagép, és akár egy 200 centis tévének is megfelelő képernyőn tudtam nézni azt a mozit, amit én rátöltöttem a telefonra. És ez iszonyatosan faj a dolog, tehát szerintem ennek lenne jövője, hogy amit mondta, hogy legyen projektor benne, csak ehhez kell az aksi fejlődés, ehhez nyilván más képességek is kellenek, és igen, hogy ez a vékonyság rovására mehet. Mert nyilván most lement. Igen, mert most lement, igen. 7,6-ra. 1 centi alatt vagyunk, a csúcsmodellek, összes csúcsmodell 1 centi alatt van. Igen. De és nem is érdemes vékonyabbat, mert vágja a kezed. Hát ott se lehet, mondjuk ez, én egyik kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, mert ugye szögletes dizájn. Igen, ez azért nagyon. A 7,6 mm ezzel akkor az élekkel, főleg, hogy üvegről és alumíniumról beszélünk, ami hát nem mondható gumipuhaságúnak, akkor azért ott azért érdekes lesz. Mondjuk egy MacBook Airnek is, de az vágja is a kezed, hogyha úgy jössz hozzá. Mondták is, hogy ezt mondjuk így elkezdenéd, hogy ráragod a csuklózat, akkor ott úgy vágja. Úgyhogy... És az iPhone 4-nél a 9,4 mm az iPhone 4, meg a 4-es, vagy valami 9,6, valami ilyesmi, és ott is már
gondolkoztak el emberek azon, hogy ez most vág, nem vág, vagy éles, nem éles. Meglátjuk ennél, hát egy hét múlva kiderül. Csak tájékoztatom az egybegyűlteket, hogy a Apple kínótján közben egy akusztikus rockzenekar lépett fel, amely részleges... Foo Fighters? Igen. Na, hát amit mi nem is... Nekem teljesen mindegy, de... De egy rész... Hogy ismernünk kellene a Foo Fighters. Én ismerem, mert Guitar Hero-ban van. Ja, igen, én meg hallottam a nevüket. Mondjuk a Nirvana dobosa alapította, de mindegy. Köszönjük fel ki az információt, annyit tudok elmondani, hogy nem akar, de sokkal fontosabb, hogy részleges állóovációt kaptak. A félterem áll és ovál. Hát ha már az iPhone nem, akkor emiatt. Hát, valami. Nem az lenne, hogy elmény mutassanak, amit nem is gondoltunk volna, azt hívják forradalmi újításnak és innovációnak. Ez nem innováció, mondja Humark. Hát, ezzel egyet lehet érteni. Nem is lehet egyet érteni. Végeredményben innovatívat nem mutatott az iPhone, ez tény és való. Igen, ez most szerintem itt most ezzel mindenki egyetért, ugyanakkor el kell fogadni, hogy nem lehet mindig innoválni. Hogy egy ilyen nagyon szép magyar szót használják ebben a mondatban. Ja. Lehet, ez most inkább csiszolgatás volt, csak ugye azért várt mindenki nagy durranás, mert az iPhone 4 és a 4-es között is egy csiszolgatós rész volt, és most a kijelző méret növekedésén túl forradalmi nagy változást nem tapasztaltunk, ami azt jelenti, hogy iPhone 4,5. Mondjuk. Talán, vagy, vagy iPhone 4 inch. Ezt a nevet kellett volna adni. Elküldöm az önéletrajzot az Apple-nek. Ugye? Ez lett volna az igazi. Valami, amire mondjuk nagyon kíváncsi vagyok, hogy én szerettem a multitaskot az Apple-ben, ugye hát mondjuk ezt nem nevezhető teljes multitaskingnak. Ugye tehát ott így megáll valójában a program, és úgy abban a lejegelődik, hogy lehet ezt fogalmazni. És az egyik a RAM, ez ugyan mennyiben fogja ezt növelni, mert eddig is hát jobb volt. Azt én mondhatom, olyan értelemben az egyidejű alkalmazás kezelése az iPhone-nak vagy az iOS-nek, mint az Androidnak például, hogy az Androidnál vagy a HTC-nél, ha nem használtad egy ideig az alkalmazást, akkor ugye kilőtte a RAM-ból, vagyis mindig újra töltődött az oldal. Viszont az iPhone-nál akár ennek a 2-3-4-szeres idejéig is én otthagyhattam 5 megnyitott programot, nyilván aztán közben bezárva, és visszajött. Tehát hogy ez az 1 GB, ez most mennyiben fogja segíteni, hogy megduplázódott, hogy még több applikációt tudunk megnyitni, anélkül, hogy az bezárná a rendszer, vagy pontosan mibe fogja, mert a gyorsaságot szerintem... Már nem. Ilyen... Fotózást. Én azon gondolkozom egyébként közben, hogy meddig fogunk még mit ülni. Igen. Még mert hogy most, ne, most új számot kezdtek, tehát hogy most lejátszanak még egyet. A... Ja, összegyűjtünk akkor, mit szólsz? Dupla szám, dupla gázsi, szerinted? Minimum, hát egy Apple eventet néznek. Igen, úgy, hogy a csávú feje konkrétan egy alma. Legalábbis belerúg így félig mindig. Nézd, alma, egy ilyen isteni fény. Hát, szóval, hogy én nem is emlékszem, hogy így volt ez korábban is. Hogy a végén volt valami muzsika. Én eleve arra emlékszem, hogy 2 órás. Vagy lehet, hogy így volt, nem is tudom, de hogyha így volt, akkor ezután még mondtak valamit, vagy igazából ez már csak azért van, hogy az emberek elkezdjenek onnan elmenni. Tehát akkor a Tim Cook biztos kijött volna és megköszönje a figyelmet, nem? Hogy dalba mondja el. Igen, ez volt baj. Jó, hát akkor lehet, hogy még ki fog jönni. Próbáljunk gyorsan összegezni egy pár mondatban. Megjelent az iPhone 5. Megjelent az iPhone 5. És ötlet a neve. Viszont nincs benne annyi ötlet. Instant tolunk ilyen ideket. Ott volt. És igazából úgy döntöttünk, hogy igazából ezt iPhone 4 inchnek kellett volna hívni, mert a legnagyobb fontos és legnagyobb változás, hogy az eddigi kijelző méret 16,9 képarányúra, és egyedül együtt 4 inchesre hízott. Pontosan, ezen kívül egy állatos processzor került bele, ami fogalmas, hogy 2 vagy 4, de mindig. De állítólag majdnem 2-szer gyorsabb, mint a korábbi processzor, és véletlenül a grafikus teljesítmény, illetve a RAM mérete is 2-szeresére növekedett. Igen, konzol szintű grafika. Az eddig is volt. Ezen fejlesztették a kamerát. Új dokcsatlakozó lett. Új dokcsatlakozó lett, megy a FaceTime mobilhálózatokon. És vékonyabb lett, könnyebb lett, alumíniumból és üvegből áll ezentúl az iPhone. Igen, megújult az iTunes, és az iOS 6-ban olyan frenetikus újítások kerültek bele. Turn by turn navigáció. Mint a turn by turn navigáció, ami tényleg az, valamint
az SMS-ben történő hívásról utasítás. Igen. Tehát ezen kívül nem túl sok minden nincs az iPhone környékéről. Igen, viszont megújult az iPod Nano. Igen, az egy kis iPhone lett. Egy pici telefon lett belőle. Az iPod Touch. Az iPod Touch pedig. Az megint még vékonyabb lett. Ugyanazt tudja, mint az iPhone, az van a különbség, hogy ebben még csak az A5-ös processzor került, tehát két magas lett kvázi az eddigi egy magas trendhez képest. Új headset lett. Ja igen, új lett a füles, amiről mi nem tudjuk milyen, de nagyon kíváncsiak vagyunk rá. És ami a legfontosabb, hogy szeptember 21-én indul el a legnagyobb piacokon a forgalmazás, és szeptember 28-án pedig az összes többi, és remélhetőleg ezzel a magyarországi piacon is. Harmadik. Rajta leszünk, az ára pedig nem tudjuk mennyi lesz itthon, azt tudjuk, hogy kint mennyi, de az minket kevésbé érdekel. Hát az eddigi tradíciók szerint nagyjából szolgáltatóknál 140 ezer forint körül fog kezdeni, nyilván tarifacsomagtól függően, de ha jól emlékszem, a legalapabb tarifacsomaggal 140 ezer forint volt a végösszege egy 16 GB-os iPhone 4-nek, meg talán 4S-nek is, tehát valami ilyesmire majd, kell. Majd kiderül. Persze, most én dumálok többet, mint ki, nem tudom, tudok, vagy ilyesmi, de én ilyenre vállam. Közben a Foo Fighters elkezdett egy újabb számot. Remélem, hogy a két órás koncertet adnak is, majd utána jön vissza Tim Cook, amit itt tudod így, próbálunk így beszélni, mi a francról beszélünk. Zsomor, figyelj, te mit ebédeltél? Ilyenkor már még koncertezünk. Igen, nézzük addig. Közben megnézzük a fórumot, mert igazából az egy fontos dolog. Igen, valaki most ért haza munkából is. Semmi gond, nem maradtál le semmiről, semmi lényegesről. Igen. Tehát nem volt standing ovation itt a stúdióban, nem álltunk fel tapsolni. Holnap nem sokat fogsz tudni mondani a rádiónak. Holnap rengeteg dolgot fogsz tudni mondani a rádiónak. Egyébként sikerült 3 percbe összefoglalnom, nem? Igen, és szerintem annál többet nem is kell mondani egy rádióba. Benne van, minden is kész. Tényszerű lesz rövid, és ezért kelek fel. Mikor kelek? 4-8-ra megyek a rádióba, 7-re oda kell érni. Az legalább legkésőbb fél órakor el kell indulni, ez egy 6 órás kelés. Nagyon azért, hogy 3 percet beszéljek. Yes! Én akkor a másik oldalon fog fordulni. Szuper, jó, de aztán jössz be te is legkésőbb 10-re, mert érkezik a Lumia 920 szerkesztőségbe, amit videón fogunk majd nektek bemutatni a Nokiások tolmácsolásával. Jó, azt mondja, hogy... Az azért érdekes lesz. Mi van még? Az új iPod Nano nem tetszik. Jó. Hát nem sok olyan komment van, ami... Hát majd Kánynak az írása, aki... Igen, persze, meg most majd előbb-utóbb... Az alján van a 3 is, ez csak... Hát fölkerültek akkor ezek szerint a... Igen, ezt mi is... Csekkoljuk. Ja, meg is nézzük. Az Apple.com-ra fölkerültek a hivatalos képek. És itt van, pont, ahogy lehetett várni. Tehát, hogyha valaki meg akar nézni, hol a 3,5 milliméteres csatlakozó, akkor az menjen az eddigi pletykákhoz, a pletykák rovatba, és nézze meg. Ez és már... ez üveg, itt már fénylik. Na, ez szerintem nem szép. Jó, engem az érdekel, hogy TechSpec azt mondja, hogy 4.0-es Bluetooth, ez biztos, GLONASS-os GPS. Na, mit tudom, akkor oké. A Retina Display AAO. Na, RAM, ilyesmi. Oleofobikus borítása az előnapon, ami ugye lehűti az ujjanyomatot, igen. Azt mondja, hogy 8 megapixeles panorámamódos kamera, FaceTime, HD kamera elől, ami 1,2 megapixelt jelent. Mi van még, ami lényeges? És nem írják le sehol azt a csofadák SIM-kártyát. Nem csak a SIM-kártyát, hanem semmit, ami hardware-es. Igen. Igen, ez egy... nem tudtunk meg többet, mint ami volt eddig. És még közben a Foo Fighters mindig zenél, úgyhogy igazából... Szerintünk vége a keynote-nak, ugye? Mondhatom? Hát szerinted is nem felkérdezős. Abszolút. Tipikusan az érzésem, hogy most már csak így elnyújtják a végét. És igazából, ha én a The Verge lennék, vagy az Engadget, akkor én már rég kint lennék az utcán. Na, én megnézném a Foo Fighters-t. Igen. De köszönöm. A standing ovation van. Feki is beköszön most már. Feki is itt van egyébként, ő is követte a történteket. Na, az utolsó 2 perc. Sziasztok!
Nem azt helyettem menni reggel 4-8-ra a rádióba? De akkor úgy fog beszélni, hogy én szoktam, és az mobil aréna. Kell Bogdán, mobil aréna. Aha, az jó lenne. Az jó? Az jó lenne. Akkor sokkal dobna a renomémon. Akkor megy. Na, szóval akkor... De én egyszerűen nem merem befejezni, mert mi van, hogyha most befejezzük, és visszajön Tim Cook, és olyan főz... Tim Cook robot főz. Ez volt eddig is, gyerekek, mert akkor nem irigyelme nézőket. Ennek sokkal durvább poénokat küldtünk. Hát már mióta megyünk? Most már lassan 2 órája itt ülünk. Hát azt nem 3-6-kor kezdtétek? Nem. 7-7-kor, és nem 3-4-kor, mert nem lett kész a szett, hanem... És aztán elkezdtünk... Nem tudjátok elképzelni, mennyire profi a stúdió. Igen, ez profi a stúdió. Azt erről beszélek. Ez óriási, tehát ezt... Elkezdtünk adni a tesztcsatornán. Ügyes? Ugye? Aztán nálam a ProHardware-nél? Nem, akkor már jó erre váltottam. Úgyhogy... Bocsa csinálja rendszeresen, hogy a ProHardware-em van. Nem zavar, csak hogy utána gondolom keresek a mobil arénán a cuccot. Nem, egyébként elég hamar rájövünk, mert írogatják az emberek, hogy miért nem kezdődik, hogy meg itt ülünk, és már rég elkezdtünk. Úgyhogy visszajött Tim. Visszajött Tim, és integet. Igen. Megvártuk. De az bocsánat, hogy kérlek, az a Star Trekből a vulkánért köszöntése, nem a hosszú boldog életet. Nem azt mutatja? Itt lesz, a következő lehet. Star Trek filmben Apple termékek lesznek. De igen. Most érted, azért jött vissza, hogy véveljen. Hát, le kell alapni a barriát. Ha, valaki tír egy SIM card, nano SIM, ez mi is pontosan? Hát, ezt hol olvastad? Egyrészt igen. Mi ez? Uzmani, légy szíves, világos is föl minket, hogy hol van keresd ez a nano. Keresd már IP.ref, hogy nano SIM hol van. Nem, nano, Apple honlapján nem írják a nanót. Én a SIM-re kerestem. Nem, itt az nem. Apple maga a TechSpace-ben nem írja. Ott hivatalosan nincs. Benne, a GSM Arena-n mi is láttuk, hogy nanoszín van beleírva. De az nem mérvadó, mert azt mondom, az már egy-két hete így néz ki, tehát... Kész, bezárták, thanks guys. Vége van a keynote-nak. Pár dolgot nem tudtunk meg, ez szerintem viszonylag hamar ki fog derülni, amint ugye elkezdődnek a... Most elmehetnek el a völcsösök, meg akik ott vannak újságírók és kaptak meghívót, mi nem. Lehet, hogy kicsit kisebb a látogatottság, mint a én kaptam, csak várnak otthon a gyerekek, aztán nem mentem. Persze, és ez tök érthető. Szerintem is. Tehát, hogy akik ott vannak, most... Én is itt van, hau. iPhone 5 is not compatible, én ezt most nem fogok angolul nyomni. Existing micro SIM card. Akkor téged is megkérdezünk. Írják az Apple honlapján ott. Compare iPhones-nál. Aha! Na, ez most... Oda fosom magam. De ezt hol találom? Én beigazítem. Ott compare iPhone models. Na itt van. Na. Szuper. Azt mondja. A4, az oké. Okay. Nanoszim. És basszus, tényleg az van. Nanoszim. Ami nem kompatibilis a mikroszimmel. A jele, de konkrétan azt mondod, hogy bocsánat, csak hogy értsük a dolgot. Az iPhone 5 nem kompatibilis a jelenleg létező SIM kártyákkal. Tehát, hogy ez nem, a mikroszim kártyákkal nem kompatibilis. Microsims, oké. Okay. De hát akkor már. A nagyokkal sem. Jó, tehát... akkor viszont össze tudjuk foglalni most már véglegesen, még bár ugye a processzoron még nem tudjuk, hogy hány magja van neki. És azt nem is fogjuk megtudni, ha jól látom. Hát ez baj, ez a kompozitból sem. No, hát, hölgyek, urak, nanoszín van az új iPhone-ba. Szerintem Bog most gondolod át, hogy mit szeretném mondani. Igen, ezt most vissza kell fogja magam, hogy ne... Elmentek ti az almába. Hogy ne... Te tudod, hogy így mit lehetne csinálni? Tehát nanoszín? Igen, ez vagy hát nem is tudom, hogy... iOS-ban kérdezték, hogy mikor lesz elérhető 19. Szóval nanoszín van az új iPhone-ba, és nanoszínet azt szerintem, amikor megjelenik Magyarországon majd elvileg 28-án, talán rögtön 2 vagy 3 szolgáltatónál is a termék, akkor valószínűleg lesz már a nanoszín itthon is. De az én ismereteim szerint egy nanoszim valamira nem kompatibilis, de még úgy sem, hogy adapterrel. Sem a microszimmal, hát sem a normál szimmel. És így aztán... Ez meg már nem azért, amikor teszttelefonon beletetszük a microszimkártyát átalakító, az is borzasztó körülbelül. Jó, de most rugaszkodjunk el attól, hogy a mi élet helyzetünkben szimkártyákat cserélgetni. De vagy te egy teljesen átlagos ügyfél, bemész egy átlagos szolgáltatói boltba és veszed egy átlagos iPhone 5-öt, ahol rögtön egy szimkártya cserével indítasz, mert ugye a nanoszim kell, ha az a viszont boldog vagy, és csak mi van, hogyha csak annyi történik, hogy lemerül, és van nálad egy póttelefon, amivel át tudod tenni, akkor mi történik? És mi van, hogyha elbúlódik az a telefon véletlenül, és vissza kell vigyen a szolgáltatói boltba, és beveszik szervizre, akkor egy másik iPhone 5-öt fognak neked adni a szolgáltatói boltba cserekészülékre? Nem, ez borzasztóan gondolatlan, tehát ezt nem értem. Vagy akkor most már együtt szállítják, átalakítunk? Mert nem romlik el. Ja, hát nyilvánvaló.
és leesik. Tehát, hogy így, így lebeg a gravitáció hiányát kihasználja, és térbe jön utána magától. Sőt, el se lopják. Nem, soha. Nem, az a baj, hogy a mikroszimnél még ugye lehetett az a védekezni, hogy van adapter, visszatudod alakítani, bele tudsz szakolni egy másik készülébe, annak is van rengeteg problémája, amiről írtunk is, meg már szajkoztuk eleget, de a nanoszim, az ott más a chip méret. Tehát az a kis fémes gempa, ami ott van, ami ugye a kommunikációt valósítja meg, az más méretű, mint eddig a többi szímnél. Igen, most hátra van valami. És hallod, 28%-kal kisebb a nanoszím, ne haragudj. Szóval van értelme? Nem, tökre van értelme. A mikroszímet és a csofattepő miatt kellett befezetni, és azóta szívunk vele. Na itt van. Én szerintem... Más a chip méret. Hát... Kisebb? Bocsánat, csak azért annyit tegyünk hozzá, hogy abban a szempontból mindenképpen van értelme, hogyha egyszer kiváltottad a nanoszímet az iPhone 5-ön mellé, várjál, akkor még sanszosabb, hogy nem fog... Nem. Nem fogsz elpártolni az iPhone 5-től. Tehát azért van értelme ennek marketing szempontból, az biztos, hogy nem fogja otthagyni az iPhone 5-öt. Aki... Ez kizárt, ez hülyeség. Hát igen, ez biztos, hogy nem jó. Most nézzük azt, hogy egy nanoszim az mekkora igazából. Most még az is lehet, hogy a chip is nagyon hasonló, de le van vága a sarka a chipnek. Én szerintem úgy fog kinézni igazából, hogy az, ami eddig... Maga a chip fog megmaradni talán körülbelül, és max mellett egy milliméteres. Ez nem lehet, hát nézd meg, ez 15x12-es, ez meg 8,8x12-3-as. Hogy az anyámba jön ki egyáltalán? Hát ezt majd most meglátjuk. Ez nagyon retardált dolog. Én azért az biztos, hogy én nagyon bízom benne, vagy nem gondolnám, hogy a nanoszim az nem lesz kompatibilis semmilyen más telefonnal, átalakítóval persze. Tehát, de miért kell megint megszivatni minket? Tényleg? Nem, ez fölösleges, de ez egy másik kérdés, hogy mondjuk ilyen téren kicsit akkor próbálok az Apple mellé állni, holott én is hülyeségben gondolom. Mondom, hogy érvelés technika első osztály egyetemi tanár. Egy év múlva, vagy másfél év múlva az összes telefon nanoszímmel fog jönni. És akkor nekem jobb lesz? Nem, én nem azt mondom, hogy jobb lesz, csak hogy igazából és most akkor... szídjuk, a mikroszímet is, vagy mikroszímet is szídtuk. Azt szídjuk a mikroszímet is. Igen. Hát az kinek tetszik? Nem, de attól függetlenül mindenki átvette, mert helyet akarékos, és ezért nyomja az Apple is ezt a hülye dumát, csak... De ne viccelj, hogy ezen spórol helyet. Most oda tesztek arra azért egyszer egy milliméter egy akkumulátor darabkát? Nem, hülyeség, tehát én is azt mondom, hülyeség. Azt mondom, hogy tudod, hol van értelme? Hogyha majd a bőr alá kell ültetni a dolgokat, meg a Google Goggles-be kell beletenni, vagy hogy hívják ezt a szemüveget, vagy hogyha karórába épít az a telefont, ott tényleg van értelme, de akkor majd használják ott. De egy 4 incses a növelt kijelzővel, egy nagyobb méretű iPhone így, igen, mint az előzőben, kisebb méretű szimkártyát szuszakolunk bele, szerintem ez... Nem, és igazából az mondjuk, hogy engem fölcsesz egy kicsikét, hogy... Nem vagyok boldog. Hogy nem említették, tehát a mikroszimet említették. Ja, igen. Súnyogtak. Ők is tudták, hogy ez nem biztos, hogy olyan baromi jó ötlet. Na mindegy, térjünk vissza a fórumban. Térjünk vissza oda, hogy most már elbúcsúzunk lassan. Igen. Szerintem, hogy az nem az lesz, amit én akarok. Igen, hogy minek egyáltalán szím, tökre egyetértek. Töknek kell szím. Igen. Még el kell szóldani más dolgokkal is. Jó, na... Hát igen, a 2012-ös nincsenek belső adatok. Mondjuk ez mindig így van az iPhone-nál, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy sosem említenek semmit azon kívül, hogy megmondják a processzornak legalább a max számot, amit még most sikerült. Megfelelő még kicsit? Itt már láttuk. Igen. Ott írják, azon voltunk, nanoszim, igen, voltunk. Jó, szeretnék látni nanoszimat élőben, hogy hogy lehet esetleg meghakszolni abból mégis. Csak tudod, az a baj megint, hogy a mikroszimből is ugye tudunk csinálni normál szimet, ilyen mindenféle adapterekkel, és nincs olyan telefon, ami ne szorulna be. Ja, és most van a legszebb példa, nem tudom hányan ismeritek Rusit, nyilván ismeritek egy párral. Rusinál van most egy viszonylag nagy értékű telefon, nem vihette ki a szerkesztőség ajtaján, tehát hogy így most, ha valaki véletlenül ismeri Rusit, és az esti órában egy furkos bottal lecsapja, egy fatestápolóval megagyalja, annak reményében, hogy egy nagy értékű telefon jut hozzá, akkor ne tegye, mert itt van benne a szerkesztőségben. De ugye ki kell próbálni annak is a hangminőségét is, ez egy 2,3 millió forintot érő telefon, ki kell próbálni annak a hangminőségét is, beletesszük a mikroszímes adaptert, és ha beleszorul, mi a tököt csinálunk egy ilyen értékű készülékkel? Hát nem fog rámenni ólóval meg késsel, hogy kibogarázzam. Hát ez biztos, hogy pici hiba, aztán kész. Hát én is sikerült meg beleszorultam. És akkor most bejátszanak még egy nanoszimet, mondjuk azzal is szívjunk. Hogy a nanoszimből mikrot csinálunk, és abból igazít, vagy lesz külön adapter a
nanoszímből normál színhez. Na jó, de itt akkor megint az van, hogy most már egy például vegyük a két konkurens terméket, vesznek most egy iPhone 5-öt, megunom, nem tetszik, igen. És vesznek egy Galaxy S3-at, akkor mi van? Olyan, tényleg olyan átalakító is lesz, hogy akkor nanoból mikro? Nem, már címkártya, csak itt tudsz csinálni azt. Amire el kéne szolgáltatok 4000 forintot. De nem, akkor majd azt mondod, hogy elromlott. Ja, tényleg, tehát... Jó, mindegy, ez nem szeretjük. Mert... Szerintünk a SIM-kártya úgy volt jó évtizedekig, amíg jó, ahogy jó volt. Most két év alatt kétszer csökkentettük a méretét, ami szerintem retardált dolog. Miért nem lehetett rögtön nanoszimmal kezdeni már az előzőt? Igen. Amikor megkérdeztem a Sony-t Barcelonában, hogy miért mikroszimes a Xperia S meg az Xperia P mert az és a U az miért nem, akkor azt mondta, hogy hát be kell állni a sorba. De még a U-nál még úgy gondolták, hogy ott még talán nem. Igen, tök fölösleges, nem? Szóval, na mindegy. Jó, mindent összefoglalva, az történt a Apple keynote-on szeptember 12-én, amire előzetesen lehetett számítani. Mindent. Nagy meglepetés nem történt. Dr. Kind összefoglaló cikke lesz a helytálló a hátralévő időben. Mi ezt az adást lehet, hogy fölrakjuk YouTube-ra, de igazából szerintem ez úgy volt releváns, hogy közben az események ténylegesen történtek. Nem tudom, hogy megnézhetétek utólag, hogyha valakinek van kedve. Annyira nem voltunk szórakoztatóak, mint szerettünk volna lenni. Nyilván a késő időpontnak is betudható. Viszont most csináltunk először ilyet. Általában volt 2000 nézőnk, amikor nagyon örülünk. Reméljük, hogy mindenképpen kérjük a visszajelzéseket a fórumban, hogy jó, máskor legyen a hasonló, egy év múlva. Vagy a HTC, vagy hát a HTC az... Mondjuk az nem tudjuk. Na mindegy, meglátjuk. De mindenképpen szeretnénk visszajelzéseket kapni. Pikoszín, az jó, igen. És köszönjük mindenkinek, aki minket figyelemmel követett. Nekünk közül ez egy élmény volt, leszámítva azokat a részeket, amikor nem történt semmi, és beszélni kellett. De hát ez a munkánk, hogy ezt megpróbáljuk átidalni. Az kihívás volt, az a challenge. Viszont most már 9 óra elmúlt, úgyhogy elbúcsúzunk mindenkitől, és találkozunk majd a Mobile Run TV magazinban pénteken. Sziasztok! Hello! Sziasztok!